Kedves nézőim, kérjük, foglalják el helyüket a képernyők előtt. Perceken belül a magyar televíziózás megújulásának lesznek fül- és szemtanúk. Sikerült újra egy asztal köré ültetnünk a hazai média legelvetemültebb szereplőit, akikről lehet, hogy azt hiszik, hogy esetleg tudnak, de arra vajon emlékeznek-e, hogy a 2000-es években volt egy műsor, amiben így együtt szerepeltek. Ez volt a Gang. Hölgyeim és uraim, a stúdióban Pálinkás Szűcs Róbert, Parakovács Imre, Szili László, Kuzsér Róbert, Fáji Miklós, és itt van velünk az egykori adásrendező Kis Tamás László is. A mai este műsorvezetője Gulyás Márton. Én is köszöntöm nézőinket, szervusztok! A mai napon a Gang című egykori közéleti kulturális adásnak a szereplőit, illetve a formátumnak a kitalálat és rendezőjét hívtuk el egy emlékező műsor keretébe. Ez 2004-2005 között futott az akkori köztévén, és nem pusztán csak a hangvételével ütött meg teljesen más hangot, mint addig. Gyakorlatilag bármilyen hasonló típusú műsor nem csak a köztévén, hanem úgy általán a magyar nyilvánosságban, hanem tartalmában, vizualitásában is egészen elképesztő váltás volt ahhoz, amihez szokva lehettek a köztelevízió nézői, vagy úgy általában a televízió nézői, hogy pontosan milyen sokkot okozott, hogy mi volt a hatása, miért ért véget viszonylag hamar, rövid idő után, és milyen hosszan távú hatása volt akár az itt ülők életére, akár a magyar nyilvánosság szerkezetére. Nos, erről lesz szó a mai adásban. Köszöntöm is a meghívott vendégeinket. Sziasztok, nagyon köszönjük, hogy elfogadhatok a meghívást. Napot. Kezdjük azzal, hogy a ti személyes életetekre milyen hatása volt a formátumnak, illetve a Gangnak magának, és akkor elsőként mindenképpen szeretném, hogyha a Kis Tamás László mesélne erről. Meg nagyon szeretném, hogyha segítenél nekem abban, hogy a többieket kérdezed előbb, és akkor én könnyebben tudok rá válaszolni. Hát Robert, nálad a szó akkor. Te életedre milyen hatással volt, abban hogy tudunk mi segíteni. De most tényleg. Ez a Kis Tamás Lacinak az ötlete és koncepciója volt. Egy kulturális talk show. Az én életemre meghatározó hatással volt, mert én azelőtt nem voltam nyilvános semmilyen módon. Sajnos, azután meg gyakran. Igen, igen, igen. És ezért Kis Tamás Lacit kell okolni mostantól kezdve. Én nekem az egy hallatlan nagy lehetőség volt akkor, hogy kétperces filmeket gyárthatok, ami le fog menni a köztévén. Ez jó formán el se hittem. És én nekem mámoros volt az a mennyi volt ez másfél év, meg az a 15 adás. Ez 15 adás volt végül összesen? Aha, 15 adás. És bocs, hogyan ismerted meg a Kis Tamás Lászlót? Mi alapján választott ki téged, azt tudod esetleg? Szerinted? egy buli afteri partiján egy közös ismerősünknél voltunk fönt, ahol beraktuk az 1986-os szovjet-magyar 6-0-át, és azt néztük, és tényleg olyan volt, hogy az egyik csapat az gyorsított felvételben, a másik meg lassított felvételben játszik. Hát az egy mámoros élmény volt, hogy az tényleg... És akkor azt mi ott kommentáltuk az egyik haverommal, mennyi lehetett, hajnali fél hat, vagy valami ilyesmi. És akkor a Kis Tamás Laci egyik ámulatból a másikba esett, hogy ez az a hangvétel, ami hiányzik a kultúrából. Imre. Ekkora tévedés. Igen. Hát mi ismertük egymást elég régóta már akkor, ugye. Tudni kell... Ismertem, az biztos. Az én összes sajomat? Én is ismertem a te összes sajodat, már bocsánat. Akkor de hogy négy műsor indult párhuzamosan, ez kísérleti jelleg volt. Volt ugye a Konyak, azok voltak a Bakácsék, volt a Gang, mi volt meg? Volt mindegy, négy kísérleti jellegű műsor indult, és hogy és voltak ilyen összefonódások ugye a Tilla révén, tehát ez egy elég Tilla is csinált valami külön, mindegy, nem tudom, hogy volt pontosan, de akkor ugye beszéltem a Kis Tamás Laciékkal, és akkor úgy kerültünk be, hogy ott emlékszem, ültünk valami hülye tornaterembe, emlékszem, és a RGB lányokat kasztingoltuk. Arra az megvan az a pillanat? Fúj, még itt az RGB lányokról beszélni, de azt mondd meg kérlek, hogy a te életedre milyen hatása volt a műsornak. Igazából nem hozott nagy változást, bár utána 14 évig házasságban éltem a piros RGB lányjal. De ezt nem tekintjük akkor jelentős változást. Hát végül is, de mondhatjuk így is, igen. Jó. Programoztatunk így is. Jaj, abszolút. Okay. Ez volt. Fáj Miklós. Hát az én részem nem volt különösebb. Én nekem az volt akkor az elképzelésem, hogy egy korszerű újságírónak muszáj élőszóba is kifejezni magát. Szóval én tudtam, hogy ez nekem
finoman szóval nem az erősségem, hogy ott odállok és dumálok, hanem ebben én küszködök. De azt gondolom, hogy hát ez egy csodálatos lehetőség, mert ember egyrészt nem fog otthon leülni a tükör előtt szabad előadást tartani, és akkor majd egyre javulok. Szóval ez egy olyan dolog volt, ami ajándék volt, hogy az ember egy kicsit edzheti magát, hogy nem kezdtem bele semmit egyébként, szóval nem lettem televíziós újságíró, hanem továbbra is írógép előtt, vagy számítógép előtt dolgozom, tehát nincs ilyen szempontból nem lett nagy változás, de hát egy ilyen gyakorlási terep volt számomra. És ehhez tartozik hozzá, hogy Verebes István, akit a Fáy Miklós hát nem egyszer, nem kétszer kritizált nyilvánosan, ebben a pillanatban azt érezte, hogy na most akasztják a hóhért, és most vissza lehet fizetni a kölcsönt, és a Kócipőbe írt egy elég kegyetlen hangú cikket magáról a teljes gangról, magáról a teljes koncepcióról, de nyilvánvalóan a Fáy volt a célpont. Hát igen. Itt csak miattam szenvedtetek. Hát, igen. Nem, én nem szenvedtem, én szórakoztatónak találtam azt a dolgot, bár hiba volt rá válaszolni szerintem. Akkor. Válaszoltam rá, nem. Úgy éreztem, hogy ez az én mundérom is. Ne, kritikál. Erről majd nyilván beszélünk, mert ugye pont párhuzamosan mentetek a Heti Hetesre, és szerintem az egy fontos előképeletet, vagy konkurencia műsornak, de most még először menjük végig ezen a körön. Laci? Nekem fontos volt az életemben, mert végképp rájöttem, hogy nem leszek műsorvezető, tévés, videós, ilyesmi. Én rövid ideig is voltam benne, marhára élveztem, de azért világossá vált, hogy nem véletlenül kezdtem el írni, és nem másképp kommunikálni. De tök jó volt, hogy ez ilyen szuper társaságban, meg egy tök jó műsorban derülhetett ki, hogy béna vagyok hozzá. Úgyhogy én le is mondtam a következtetést, és most tudtam meg a többiektől, hogy felidéztük a műsor előtt, hogy nem kirúgtak, hanem kiszálltam belőle néhány adás után, mert akkor úgy éreztem, hogy elég volt szegény nézőknek ennyi. Volt, akit kirúgtak? Nem, mondom senki. Nem, azért gondolom, hogy nem. Egyébként még hozzátéve, hogy amíg eszembe van, hogy a Puzsér eredet története, hogy például nekem úgy jött le, ugye Puzsér dobbantása a médiában, hogy a Tilla jött egy ilyen megbeszélésen előtte, amikor már volt egy-két ilyen kis próbácska, ilyen ízért, tehát úgy ültünk asztalnál és valami, hogy hú, van egy csávó, hogy mi nézzél, nagyon minisztráns fiúk vagyunk, és akkor van egy csávó, aki úgy fog minket provokálni, és úgy be fog szólni, és ezért, hogy majd akkor nem tudunk ilyen nyugodtan ülni, és akkor így felplankolt előre a Puzsért, és mondta, hogy tuti, hogy nem ismerjük, most ezért valahol felfedezték, nem volt valami kis hip-hop műsor, de egy kis rádióban, mert valami volt, hogy egy nem valami vidéki nevelőintézetből fogadta örökbe. De ez volt a lényeg, hogy talált egy ilyen provokatőr vagy zsenit, aki majd kikészít minket, és akkor az kurva jó lesz, és hogy ő lesz a sötét ló itt ebbe a dologba, az ismeretlen ember. Hát ugye ez mennyire sikerült azon, hogy ki fog derülni a bejátszásokban, ezekkel is készültünk, de Robi, te mi nem szólaltál meg. Nem, ezzel nem szólaltam még meg. Akkor igen. Nem, azon gondolkoztam, hogy az előbb mondtam valamit, tehát kérdeztem valamit Lacitól, tehát megszólaltam már, csak abban az ügyben nem szólaltam meg, amit kérdeztél. Olyan nagy hatást nem gyakorolt igazából a ganga az életemre, hogy így visszaemlékszem. Talán én is úgy jártam, mint a Szilla Laci, hogy rájöttem, hogy a tévézés nem az én műfajom. És aztán azt hiszem, hogy ki is koptam mindenféle képernyő elől. Most elszomorodtunk. Ja nem. Rövid lakonikus válaszolt, hogy oké, akkor egyszerűen. Igen. Oké, és hát akkor én jövök az eredet történettel. Édesapámmal kezdem, ne haragudjatok. Ugyan egy semmi kiszen, probléma, várj, eledőlök akkor. Ő egy archiváló, szenvedélyes archiváló, én utálok ilyesmit csinálni. Ő viszont a Népszabadság rendszeres olvasója volt, és kivágott mindenféle érdekes cikket számára, és egyszer csak kivágott egy olyan cikket, amit nekem úgy gondolta, hogy nagyon érdekes, és odaadta nekem, hogy ezt olvassam el, ez lehet, hogy fontos. Ebben egy felhívás volt a Magyar Állami Televízió részéről, Baló György aláírásával, hogy akkor épp egy ilyen váltás volt, tehát a Baló György került a... Vagy nem, ne ezt mondja? Ezt mindenképpen meséled el a műsor eredet történetét, de mindjárt lesz egy bejátszásuk, és utána beszél erről. Most csak az érdekelne röviden, hogy mi volt a hatás igazából a te szakmai életedre? Hát én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan tévéműsort összehozni, ami... Tehát mi csináltunk egy Vákum TV műsort a Tilos Azába, ez egy underground videó TV kabaré volt. Az volt az elképzelésem, hogy a televízió az egy művészeti terep is, nem csak egy újságírói terep.
és ezt, ha nem is teljesen, de nagyon jól sikerült megragadnom, és azt hiszem egy ilyen jó pontot sikerült letennem, akkor, amikor azt gondoltam, hogy most a tévézésnek amúgy vége van, tehát valószínűleg mindenki ki fog vonulni a tévézésből, átmegy az internetre, ami csak most történt meg. És igazából, szóval úgy érzem, hogy egy nagyon hosszú, kacskaringós tévés korszakra raktam egy olyan pontot, amire büszke leszek életem végéig. Hát akkor nézzük meg, hogy pontosan mi volt ez a pont, a gang maga. Ugye nagyon nehéz feladat, és nem lehet nem bénán megoldani, hogy egy 15 rész megért szériából most így 3 percben sűrítsünk össze valamit. Tehát nyilván nem reprezentatív, inkább csak hangulatokat kap el a műsor egykori működéséből, de most ezt mutassuk meg a nézőinknek, meg nektek, és akkor utána beszélgessünk a műsor eredet történetéről. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mi vagyunk a gang, mi vagyunk az élet. A mi szánkban nem poshad meg a szó, mert azon nyomban kiköpjük. Úgyhogy akár a fülorrégész mondulőműtétkor kapják fel a nejlonköpenyt, különben az önök testén randol, az internetes játékkredit kereskedelem és az utcanév kereskedelem, a szétvert mávállomások, a Dunába csúszó Gelléthegy és a szubakulcsa vagy szobakutya, összes nyála és vére. Hát mindenki ismeri azt a történetet, amikor az öregember egy fiatal lányjal egy szállodai szobában együtt marad, a csaj ki van kötve az ágyhoz, az öreg fölmászik a szekrény tetejére, hogy onnan majd leveti magát, úgy ugrik a csajra. Viszont elvéti az ugrást, merésik az ágynak. Összetörő magát, nem tud fölkelni. A csaj meg miután meg van bilincselve, ezért nem tud neki segíteni. Ez például... Ez például Olaszországban komoly lapokon végigment ez a történet. Talán túlzottan kötődünk az evés kultúrájához, és az előtérbe talakszik a kultúra egyéb elemeihez képest. Erről csak arra gondoltam, hogyha mondjuk 4-5 órán át nem nézel mozgásszínházat, akkor olyan különösebb nem történik veled ellenben. Ugye, hogyha nem ettél, akkor annál súlyosabb. Szinte csodáltam azokat a kamaszokat, vagy kiskamaszokat, akik elmentek és pusztítottak, mert én jó fiúnak számítottam akkor már, semmi ilyesmit nem csináltam, agresszív készítéseimet elfojtottam, és lányokkal barátkoztam. És mi lett benne? Most, így van, és most pedig azok, akik annak idején egy csomót pusztítottak, boldog családapák, vagy esetleg családanyák, miközben én megjárhatok a pszichológushoz. Abban az időben, amikor ők indultak, a kocsis ránk is sív, stb. Abban a művészet egy nagyon jó kitörés volt a hétköznapokból. Őket nagyon-nagyon figyeltek rá, tehát ők, amint megnyerték a versenyeket, rögtön ide jutottak, oda jutottak, tévéjúság címlapjára, mit tudom mi, és ez az újaknak ez nincs meg, mert az egész művészet de én gondolom, nem foglalkoztat senkit. Pont a klasszikus zene az, ahol azért nagyon figyelnek ezeket. Dehogy figyelnek. Mi az, hogy most egy új világ van? Tehát én ezt nem értem. Tehát, miért de érted nem? Érted azért nem. Tehát, hogy érted azt, hogy a művészet az mennyivel fontosabb szerepet játszott a mi fiatal korunkban. Lehet, hogy hihetve nem. De én fiatal korunkban. Tehát, hogy mennyire ugyanakkor azt mondta, igen, tudom, csak te akkor nem a művészettel voltál. Azt reméltem. Azt kérdezem vendégeimtől, hogy megdicsérik-e Imrét azért, hogy ezt a filmet csinálta, vagy inkább szidják. Robi? Én téged, Bandika, nagyon szidlak, mert szana széjjel pofáztad a mai beszélgetést, ahol lehetett, ahol értelmes szó nyomokban elhangzott, oda is beleszóltál. És ez egyébként meg ez egy camp alkotás. Tehát én úgy gondolom, milyen hogy ez... De nem annak szánta. Camp. Tehát úgy gondolom, hogy ha nem annak szánta, de nyilván ez az angol szerint. Ez is magyarázható. De magyarázom. De hibagy rajtunk kívül egy ország nem tudja, hogy miről beszélsz. Ezt tudom, hogy az, ami annyira rossz, hogy már jó. Tehát annyira rossz, hogy már jó tulajdonképpen. Úgy gondolom, tehát ez a műanyagba öltöztetni például az RGB lányokat, vagy bármi más, ezek a camp gesztusok. Itt kell akkor elmondunk azt, hogy ugye a műsornak a műsorvezetője Barta András ma reggelesen most lebetegedett, ezért nem tud itt lenni, innen is jobbulást kívánunk neki. Ugye már előkerült az előző blogban az, hogy mennyire lehetett esetlegesen előkép vagy konkurencia számotokra a hetietes. Ez szerepet játszott-e akkor, amikor gondolkoztatok azon, hogy hogyan alakuljon ki a műsor? Nem. Nem. Semmilyen formában? Semmilyen formában, teljesen máshonnan indult az egész koncepció, az egész ötlet. Jó, hogy volt akkor ez a műsorpályázat? Röviden kérlek, mondd el. Tehát így, hogy apukám megtalált ezt a Népszabadságot. Röviden kérlek. Lehet, hogy kivágják. És mi korábban dolgoztunk ugye a TV3-nál, a még korábbi TV3-nál a Robi is, meg a Mik is dolgozott. Én is. Te is dolgoztál. És így volt kapcsolatunk a Baló Györgyel,
aki megkérdeztük, hogy most oké, ez itt van egy ilyen nyílt pályázat, teljesen szokatlan módon, hogy ez most egy vicc, vagy tényleg pályázzunk-e? Azt mondta, hogy persze, pályázzunk, ezt ő így gondolja, komolyan gondolja, akkor egy kulturális műsort, és aki jelentkezik, az csinálhat egy adást, egy próbaadást, és annak alapján lemegy, úgy csinálhat próbaadást, hogy le fog menni a tévébe, és annak alapján fogja ő, egy kuratórium és a közönség véleménye alapján eldönteni, hogy melyik lesz a televíziónak a kulturális műsora. Hát nagyon szerettük, meg ismertük régóta, de azért nem voltunk benne 100%-ig biztos, hogy ez így van. Mindenesetre azt mondtuk, hogy oké, egy műsor, vagy lehet, hogy két műsor volt, összeszervezzük ezt a dolgot, és fejest ugrottunk. Nem volt sok időnk, így aztán a Lipkov tárcsa az azt hiszem csak a második adás végére, második adásra készült el, de meg tudott jelenni egy olyan csapat, akit tulajdonképpen a személyes régi emlékeimből, tapasztalataimból hívtam össze. Egyedül a lányokat nem ismertem, őket szinte, aki jelentkezett elsőnek alapján választottuk ki szerintem. Én valamint úgy emlékszem, hogy amikor először lejöttünk a Rádai utcában, talán a Párizs Texasban beszélgettünk először erről a műsorról, és akkor még az volt a felkérés, hogy majd én legyek a műsorvezetője ennek. Hát biztos, hogy alakult, meg tehát hogy mindesetre nem tudtuk pont, tehát nem tudtuk értelmezni, hogy ez mi. Nagyon, tehát tényleg ilyen soha nem volt a magyar televíziózás történetében, nem volt olyan, hogy nyílt pályázaton megversenyeztetnek négy csapatot. Végülis négy ha csapat nem lett volna össze. Tehát a négy műsor közül egy kiválasztásra került volna a koncepció szerint, és az lett volna a kulturális műsor a köztévében. Igen. Mit jelentett ez a talk show-ban való részvétel a számotok részén? Korábban ilyen valóban nem volt, mondom, ezzel párhuzamosan a heti hetesben talán egyedül, lehet, hogy voltak más típusú próbálkozások, de az, hogy többen, tehát négyen, öten, hatan ülnek körül egy asztalt és beszélgetnek kulturális közéleti kérdésekről, ebben tényleg maximál heti hetes lehetett előkép. Milyen más mintákból dolgoztatok, vagy hogy képzeltétek el, hogy mi a ti feladatotok ebben a műsorban résztvevőként? Hát én elkülönbözni akartam elsősorban, és ez nem is volt nehéz. A műsornak azért azt hiszem, hogy az volt legalábbis az egyik koncepciója, vagy a koncepciójának talán a gerince, hogy az asztal két végében ült a Parakovács Imre, illetve én, és itt egy elég erős kontraszt volt mi köztünk. Ugye én mindvégig, egy ilyen értelmiség... Mindvégig érezhető volt. Tehát szép ember voltam az egyik oldalon, és hát... Tehát a kiégett, cinikus, romlott Parakovács Imre, illetve az ábrándos, lánglelkű, hívő. Most ahhoz képest nyilván nem voltál kiégett és romlott, de mindenki máshoz képest már akkor is az voltál. És ez egy erős kontraszt, egy nagyon erős, egy nagyon éles kontraszt volt, de sosem éleződött ki annyira, mint amikor én a budapesti liberális véleményformáló értelmiségről csináltam egy videót. És amikor vége lett a videónak, akkor az volt a protokoll, hogy a videó végén a videó készítője az tart egy kvázi székfoglaló néhány mondatos beszédet, és akkor arra reagálnak a többiek. És amikor én elkezdtem beszélni arról, hogy én miért készítettem ezt a videót, mit gondolok, úgy általában a liberális értelmiségről, stb., akkor a Parakovács Imre elővett egy magyar fórumot, és demonstratíven a Magyar Fórumot olvasta, miközben én erről beszéltem, amivel kifejezésre juttatta azt, hogy az, aki ezt a liberális értelmiséget, ami rendkívüli véleményformáló tekintéllyel meg erővel bír Magyarországon, bármilyen módon kritizálni meri, az Csurka István. Hát megértette? Az Csurka Istvánnal ezt azon akkor is. Nem gondoltam volna. Hát, azt gondolom, hogy nagyjából egészéből ebből az attitűdből lett a NER. Ebből az attitűdből, ebből a szellemből, hogy kritizálhatatlan, és mindenki Csurka, aki kritizálni meri. Valaha is, hogy a neandervölgyiek nem élnek köztünk, hát tudok egy bizonyítékot. Erről készítünk egy bejátszással, és meg is fogjuk majd nézni, mert ez valóban egy nagyon fontos momentum volt az egész műsornak. Most még egy picit az eredet történethez visszakapcsolódva, ugye az egy nagyon különleges húzása volt a formát,
formátumnak, hogy minden résztvevő egyben forgatott egy kis filmet, igen, és azzal próbáltátok a beszélgetés magát ösztönözni. Ezért nem volt az előképe a Heti Hetes. Tehát ennyiben mindenféleképp különbözött tőle. Tehát. Nem is jutott eszünkbe igazából akkor. Nem. Mert igen, voltam akkoriban is párszor a Heti Hetesben, és így nem is fordult meg a fejembe, hogy az azonos formátum lenne. Mit írt a Verebes rólad? Hát... Írt a Verebes róla? Nem hiszem, hogy a kockás ingem már nem volt megelégedve, de olyan érdemben nem emlékszem. Kockás ingem később sem voltak megelégedve 2016 után a mostani hatalom gyakorlója tanárok vonatkozásában. Igen, már akkor előrevetítette. Ja. Szóval nem, az ember kritikákat ír, akkor tudja, hogy ennek mi a súlya, meg az értelme, szóval nem tudom, nem jegyeztem meg. Nem. A hócipőben volt, és nem volt igazából kritika, valójában kötekedés volt. Nem, és jól látszott, hogy ez egy megtorlás. Jól látszott, hogy itt de mit torolt meg? Hát de nem írt róla, nem sokszor zongorázott a Verebes, vagy miért? Hát, biztos lehet benne. Bántottad kicsit? Slágereket írt. Rossz. Igen. Hát amiatt nem bántotta azt szerintem. Sosem mondom. Egy másik, akkor, amit a György Péter jegyzett, az alapvetően arról szólt, hogy igazából ez a műsor ez egy álparódia, tehát ugye a beszélgető műsorok kritikáját próbálja adni, de valójában nem tud túlmutatni azon, hogy mi a probléma ezekkel a beszélgető műsorokkal. Mondjuk egy ilyen típusú kritikában több, nem tudom, megfontolásra méltó elemet véltetek felfedezni? László. Nem tudom, én akkor nem olvastam György Péter kritikáját, meg kell, hogy mondjam. Nem tudom, nekem az egészből egyébként a lényeg a filmek voltak, tehát szerintem az volt benne, amitől az egész tényleg más lett, meg minden. Engem az is vonzott benne. Tehát például nekem személyesen ez inkább a kellemetlen a fogorvos része volt, hogy az asztal körül is kellett erről beszélni, de a jó az volt, hogy lehetett ezeket a filmeket. Melyik volt a kedvenc film, amit te forgattál? A pánkhaj története, mert életemben először befestettem a hajam, és soha többé nem hagytam abba. Úgyhogy ez egy életre szóló íze. Igen, ez mellír. Ez akkor került rád, és ez azóta tart veled. A szelleme akkor került rám, és azóta tart. Igen, ez egy valódi, tehát ez egy testi változást indukál. És utána jött még a bajusz korszakod, mi? Bár lett volna olyan, Úristen, bár, de mint Lékó Péternek csak. De hogy nem volt nevés, a cintnek ugye volt, hogy a kifió leporott vált a bajszodat. De az volt, hogy egyetlen egy bajusz november volt, amikor megnövesztettem ezt a szörnyű szörzetet, és akkor egy avatárképhez ott leporott váltam, és örökké rajtam maradt, de tényleg. Igen, egyébként. Imre, neked melyik volt a kedvenc filmed, amit nem te készítettél? Ó, Istenem, próbálok visszaemlni. Azt hiszem, hogy a szaros hamburger volt egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes pillanat, nem? Ugye volt egy hát, elmondva, hogy a hamburger amiben széklet minta volt. De az így megragadott, meg volt valami UFO csalogató, aura simogató. Nem hamburger volt az, hanem... Na jó, tényleg, mi volt ez? Gyírosz? Ja, hogy gyírosz, igen, ja, mert volt egy ilyen, mert akkor volt elterjedve... Utána mentünk a gecis gyírosz sztorinak. Igen, megvan. Ez a klasszikus történet, ugye megvan, hogy lehet ezért kapni. Tudom, tehát amikor az ember fölmegy a szekrény tetejére, és ott van előtte megint és leugrik egy vírusra, és ja. De hogy azt hiszem ez, igen. De akkor tudom egy másik szempontot, tehát én 16-17 éves voltam, amikor ez a műsor ment, és nagyon sok részt láttam belőle, és ami rám igazán elementárisan hatott, az leginkább az attitűd, amit ti képviseltetek. Tehát, hogy a kulturáról, a közéletről lehet felszínesnek ható, közvetlen, felszabadult módon is nyugodtan beszélni, és hogy az nem csak egy privilegizált körnek a terepe, hogy erről lehessen gondolatokat megfogalmazni, és ez rám akkor ilyen kamasz emberként nagyon erősen hatott. Ti érzékeltétek-e azt, hogy van egy ilyen típusú hatása a műsornak, kaptatok ilyen típusú visszajelzéseket? Azért volt egy nagyon fontos előzménye ennek, amiről azért meg kell emlékezni, hogy a Stúdió 81 című műsor volt, meg 80, meg ugye... 79. Ahol megtörtént ez a dolog, ez a fajta kötetlen, lazázós beszélgetés, tehát ott azért volt egy előképe a dolog. Dehogy is. Dehogy nem. Nem, érde, nem hát az mi ott ment ez a hülyeség, a hánytatókamera mozgás, meg a lazulás. A korai stúdiók azok szét voltak így. Igen. Utána aztán nagyon konszolidált lett és összerántották, de az elején voltak ilyen nagy kalandozások. Mert azon gondolkoztam. Az igen. Első kislemez, tudod, ami még izé pánk volt, és aztán utána meg már szintén. Nem, mert amikor Laci az előbb azt mondta, hogy ez volt az első ilyen próbálkozás, amikor így lehetett versenyezni a magyar televízióban. Azt hiszem, hogy megelőzte ezt. A karmester verseny. Egyrészt a karmester verseny, másrészt meg, hogy volt egyszer egy híradóra lehetett pályázni. És akkor az Orosz Józsi csinált egy ilyen sorozatot, ilyen saját felfogású híradóról. Tehát akkor így meg lehetett versenyezni. Igen, volt riporter, kerestetik is, az igaz. Meg voltak belső pályázatok, tehát biztos, hogy ilyen szempontból, de az, hogy kívülről lehet egy ilyen műsor megjelenni a köztém, szerintem tényleg ilyen szempontból forradalmi.
Szóval a műsor hatása, ti hogy érzékeltétek? Volt-e ilyen a közéletet, a közbeszédet felszabadító hatása, vagy sem? Robert? Nem, szerintem nem, sajnos nem volt. És ez elmaradt. Hát azért, mert a kultúra ki lett szögezve a parnasszusra, arra a parnasszusra, ahonnan nem hajlandó alászállni, pont azért nem hajlandó alászállni, mert attól fél, hogy akkor ott a bulvár martaléka lesz, a közönségesség martaléka lesz, inkább visszavonul a maga elefántcsonttornyába, és ezáltal kvázi elérhetetlen, a tömeg számára viszonyulhatatlan, ilyen értelemben csak egy nagyon szűk elit, média elit számára marad kritizálható. Téged zavar, hogy mi csak a Mezzót nézzük, mi? Nem lett belül, nem akarta a kultúra privilégium akart maradni a kultúra formálóinak a kezében, és nem akart olyan mértékben köznyilvános lenni, amennyire ez a Gang című avantgárd kísérlet. De mi az, hogy kultúra? Most miért antropomorfizálod a kultúrát? Tehát hogy érted ezt, hogy a kultúránk vagy ilyen természetes ellenállásra a népszerűség ellen? Van a mielőtt összevesznétek, tartozik a kultúrához egy elit, amely elit ezt a kultúrát, fővárosi liberális privilegizált. Tehát ugyanazt adatodik az operához, mint a mozgásszínházakhoz? Kulturális elit. Igen, de nem, talán még nem hallottál erről. Nem, hát ezt a nép gyakorolja a kultúrát, ugye? Ez a kis ember. Gyakorolja, vagy befogadja. Igen, de pont ez volt a lényege. Most akkor hagyj csatoljak vissza. Kérlek, csatolj rá. Hogy a kultúrát ez a műsor úgy akarta értelmezni, hogy kultúra. Ez ebbe belefér az agrikultúrától kezdve, egészen a vitakultúráig minden. És pont az volt a lényeg, hogy voltak tévéműsorok, amikre gondolhattunk volna, az összes tévéműsorra gondoltunk egyszerre. Egy olyan tévéműsort akartunk csinálni, ami a tévézés kezdetétől a mai napig átfogja egy kis műsor keretébe az egész spektrumot. És a vita kultúra az például nagyon fontos volt. Magyarországon én nem láttam olyan tévéműsort, franciáknál mondjuk nagyon divatos, ahol emberek összevesztek élőadásba, bizonyos véleményeket képviseltek, és ilyen szempontból egy picit igaza van annak, aki azt mondja, hogy ennek volt egy parodisztikus jellege, hiszen ez a két szélső pont még mindig az én haveri körömben van, tehát volt már akkor is Magyarországon jóval szélsőségesebb nézet, vagy nem úgy mondom, hogy szélsőségesebb, jóval eltérőbb nézet, mint a miénk. Ezeket még nem lehetett akkor összereszteni, viszont tényleg egy ilyen főpróbának képzeltük, hogy akkor induljon el egy vita kultúra a televíziózásba. Na ez nem jött össze, itt ez megrekedt a Gangnál. De hát szerintem egyszerűen csak nem volt elég idő rá. Tehát azért, ha belegondolunk, hogy ősztől tavaszig ment, hát ez nem tud olyan hatást kifejteni, hogy akkor most az emberek a homlokukhoz csapnak, hogy jaj, hát a kultúra az tényleg ilyen földhöz ragadó, meg tényleg, amikor kérdezted, hogy melyik volt a legemlékezetesebb film, nekem a Szili Racinak a Pántorról készült, ahol egy ilyen bajuszba, meg gumicsizmába. Ja, hol locsoloztam. Igen, igen, és azt éreztem, hogy tényleg ez is egy kulturális jelenség, hogy a magyarok Pándorfig mennek, már nem is Bécsig mennek, hanem Pándorfi vásárolni, és hogy mit kezdünk ezzel az egész jelenséggel. Tehát pont az volt, hogy nem szokványos kultúra. Én nekem persze az otthonosabb, hogyha az operáról, vagy a nem tudom miről kell beszélni, és hát ugye kizökkentett, vagy kihozta az embert abból, hogy ja. Mindazonáltal... Hadd csatolja be a vitába, ami az Imre és a Robert között kialakult. Például te ugye alapvetően komoly zenekritikákkal, írásával foglalkoztál. Például érezted azt, hogy ebben a műsorban való szerepállásod ilyen szempontból kritikát váltott ki azok körében, akik mondjuk alapvetően az olvasóid voltak. Tehát az a kulturális elit, akiről a Robert beszélt, vagy akikről a Robert beszélt, hogyan viszonyultak ehhez a szerepálláshoz? Hát nem tudom, hát én azért olyan nem tartom az olvasókkal kapcsolatot, hogy úgy mondjam, szóval nem ért semmi ilyesmivel hozzám, hogy ezt most nem kéne, vagy kéne. És vagy a zenésztársadalom, a komoly zenésztársadalom? Hát azokon ez a végképp nem tudom kapcsolatot, hiszen kritizálom őket, hogy igen, szóval hát nem. Tehát az ember igyekszik távol tartani magát a kritikájának a tárgyaitól, vagy alanyaitól, úgyhogy mondjuk nem. Ezt valóban nem hiszek ebben, hogy szét kéne így szálazni a kultúrán, tehát nem az van, hogy hát mindannyiunkat ér valamiféle
kulturális élmény minden nap, vagy minden nap sok, és hogyha bárki, szóval nem értem azt, hogy csak felkent emberek szólhatnak erről, hogy maga csak a zenéről beszéljen, ne a képzőművészetről. És szóval még egy fontos momentum van egyébként, az, hogy mi a két véglet voltunk, de nem voltunk a két véglet, mert ez egy hülyeség így, de nagyon fontos volt, hogy mi azért azon a range-en belül voltunk, hogy tudtunk egymással kommunikálni, és hogy azért annyira tiszteletben tartottuk egymást, már amennyire lehet ezt a barmot, ugye? De tényleg én próbáltam végig, tehát, de hogy működik, mert volt köztünk párbeszéd, és mind a mellett tudunk máig is bármikor, bármiről dumálni, tehát nem gondoljuk azt, hogy, tehát azért, mert nem értek egyet nagyjából az ő hát gondolatainak nevezném, mindegy, szóval az a dolog, ami fejében van 98%-ával, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudok vele ülni normálisan és beszélgetni bármiről, mert hogy ezek működni kéne. Tehát elméletek, ha nem vagyok tényleg köztörvényes agrárproli, akkor tudnom kellene beszélgetni többiekkel. Hát a köztörvényes agrárprolik nem tudnak sajnos. Még egy kérdés, ez az avantgárd formájában, amit használt vizuálisan maga a műsor, ez egyrésztről nagyon punk a köztévén 2004-2005-ben, de másrészt gondolkoztam azon, hogy akár csak nem kell mentem a Nyíregyháza külsőig elmenni, akár csak a pesti külső kerületekben, hogyha mondjuk rákapcsoltak főműsoridőben a köztévére és meglátták ezt, simán lehetünk kézzel, hogy valaki adáshibának tekintette például, mondjuk a ti környezetetekben, mondjuk a szüleitek, édesanyátok, édesapátok, ha nézte az adást és még élt akkor. Mit mondott ez, hogy hova keveredtetek ti édesfiaim? Nekem festőművészek a szüleim, ők. Ja, jó, okay. Robi? Hát, melyik Robi? Nem emlékszem, tehát, hogy annyira a múlt ködébe vész a gang, amikor mondtam a feleségemnek, hogy lesz egy ilyen emlékműsorban, és hogy volt egy ilyen gang, akkor így csodálkozott, hogy tényleg nem is emlékeztem rá. Meg te is, ahogy mondod, hogy 16-17 éves korodban ezt nézted, én nem nagyon találkoztam 2005 óta olyan emberrel, aki látta volna a gangot, vagy emlékezett volna. Hát ezért volt jó nekünk otthon, mert mi ugye a feleségemmel mindenket nem emlékeztünk rá, de hogy nagyon érdekes, ezt nem reagálták persze. Le. A Buzere, azt lereagálták, az más volt, Tordján József, Kelemen Anna, stb. Utána, amit bevoltam, de ez nem volt annyira avantgárd. Jó, az a hánytató kamera. Mégis az nagyon, a Bart András bejelentkezik ebben az adásnak a legelején, ebben a pszichedelikus felvezető. Hát attól biztos, hogy mindenki rosszul. Igen, de abban voltak ezek a nagy, ennek viszont egy komoly előzménye volt, ez mi volt ennek, a milyen mesék voltak a tévémesék, amikor ilyen videótrükkökkel szétszedtünk. Csodapók? Nem. Nem tudom, igen, amik ilyen jellegű. Igen, science fiction jellegű, az volt mindegy. Csak Green Box van. Esztergályos Cecília mellett felbukkant valamikor, erre emlékszem, mindig egy mell felbukkant benne. Igen, Rajnai András volt a rendezője, aki aztán, amikor, tehát aztán utána egyszer bent ültem, és bejött egy ember, és könyvet árult ott a TV szerkesztőségben, és akkor kiment, akkor mondták, hogy a Rajnai András, aki a televíziós meséket szól. Ezért eszeveszett mesék. Nem, televíziós mesék felnőttek. Robert, ments meg engem, kérlek. Olyan volt ez mesék felnőtteknek. Televíziós mesék felnőtteknek. Televíziós mesék felnőtteknek. Olyan volt ez a vizualitás, mint egy ilyen beltető LSD, hogy akinek tetszik a műsor, az vehet LSD-t és próbálgathatja tovább. Nem a közjáték volt az, amire gondolunk? Én nem tudom, én nem gondolok semmire. És nem a gang. Jó, de volt ez a közjáték, ami így kis... Mindegy, csak az a lényeg, hogy folytsuk bele a fúzsérbe. Ne szék valamiről, hogy ne tudjon. Én azt láttam, hogy föllázadt ellene a kulturális elitnek egy jelentős része. A másik része az, mert nyilván nincs ilyen, hogy kulturális elit. Nincs ilyen, aki esmit mond, az egy hülye. Tartalékoljátok az ezzel kapcsolatban, tartalékoljátok, lesz egy külön blokkunk is erről, úgyhogy most csak ezt gyorsan fejezzük be. A kulturális elitnek egy része az elfordult és úgy csinált, mintha nem vett volna észre semmit. Ez a B-verzió. Jó szokása szerint. A másik fele, például György Péter, az nyíltan lázadt fel ellene, de hát aztán később György Péternek a hitvallása Zambó Jimmy mellett azért ezt is beárazta. No, nem, ez túlzás, amit most mondasz György Péternek. Meg kéne tanulnia szeretnie magát, és akkor tudna talán szeretni másokat is. De az se kell Zambó Jimmy-t azért már sikerült. Nem, igazán. Azt se kell elfelejteni, hogy ez egy verseny volt. Tehát, hogy az volt, hogy ha csinálunk egy ilyen unalmas műsort, mint amiben most vagyunk, azt nem nézi senki. Viszont ha pszichedelikus izéket, motivumokat beviszünk, kamerák így mozognak, az egész, most miről van szó,
típusú érzést keltünk a nézőbe. Hát tudtuk, hogy tartalomban akkor... nem tudunk újat hozni, úgyhogy odabasztuk ezt a de ha vitatkozzam veled, mert szerintem igenis volt tartalomújítás is, ugyanis nyilván a, hogyan 2023 köztévén nehezen elképzelhető, hogy kormánykritikus tartalmakat hirtelen elkezdenének bemutatni, még választási időszakban sem, de ugye 2004-2005-ben ebben a műsorban rendszeresen kritizáltátok a regnáló hatalomnak a különböző szereplőit. Nézzük meg ebből egy összeállítást, hogy ez hogy nézett ki, és aztán beszélgessünk erről a kérdéskörről. Schiller István megjelenése egyébként azért is volt ebben a promócióban, mert azt nyilatkozták az építetők, hogy ez a magyar filmipart is fel fogja dobni, a magyar filmet és a magyar filmkészítést meg fogja emelni. Hogy Schiller István, miközben több filmstúdiót is építenek Magyarországon, Schiller István az egyiket kiválasztja, és ő amellett jelennék meg. Önmagában az, hogy a kultúrmocsok érkezéséről a kulturális miniszter igen, jó, de a mocsok most erről most nem megyünk a mocsok irányba. Azok a filmek még nincsenek leforgatva, amit a kultúrmocsoknak nevezett. Tehát a Demján Sándor Egyeki, az Egyek SC kapusa volt, az ugye finoman fölvillan a tabló a képben, bár érdekes volna. Akkor azt még nem tudtuk, csak tetszett és felvettük, és utólag derítettem ki, és ő, tehát a stáció felújításában is részt vett, ugye mutatjuk egy pillanatra a stációt, amiben ugyancsak az egyik stációt ő ültette fel. És téged ezzel meg lehet venni? Én nem vagyok Egyeki. De hagyd mondja végig! Csak, és úgy gondolja a Demján Sándor, hogy ezzel ő tele valamit fog tenni a településére, ami felpörgeti gazdaságilag ezt a térséget, és ennyi. És ezzel az Egyeki borra felhívja a figyelmet az egész környékre, és úgy gondolja. Tehát, hogy erről szól ez a dolog? Úgy gondolom, hogy részben erről is szól. A Miklósnak volt egy érdekes felvetése, hogy a kulturális miniszterkánban miért pont Egyeket jelentette be? Miért nem Pomázt? Nekem van egy tippem, mert hogy a Művészetek Palotája nevű gigászi művészeti központot Demján Sándor építi, és ezért talán nagyon sokat találkoztak emiatt, és talán az ő neve jut először eszébe, talán jó kapcsolatban vannak emiatt, hiszen ugye ott ráadásul az a konstrukció, hogy Demján Sándor hitelez az áramnak jó néhány 10 milliárd forintot. Én úgy érzem, hogy nálunk képtelenek vagyunk általában megtartani valami régi hangulatú helyet, vagy felszámoljuk teljes mértékben, és mondjuk egy lakópark, amire nem démonizálom a legkevésbé sem a lakóparkokat egyébként, pedig a maga rohadó állapotában még, nem tudom, megőrizzük, vagy meghagyjuk további 30 évre. De én nem nagyon látok példát arra, hogy valami egyébként hangulatos hely, dolog, városrész, bármi úgy maradjon meg, hogy közben új is legyen, használható is legyen, tiszta is legyen, kellemes is legyen. Pont a Kopaszigát kapcsán furcsa, ugye azt tudjuk, hogy egy ugyanilyen jellegű területnek kell megtartani, egy rekreációs szabadidő terület épül. És alapján, ami rátelepül ez a dolog, hogy ilyen-olyan közeli és valami kedves, szimpatikus bizonyára rabló fogja ezt megépíteni, azonnal bejön az a szál, hogy úgyis valami, tehát valakik valahonnan valamit el fognak lopni, és ott a helyén egy bomba töltsér lesz. Azért az Egyeki kisvasutot kár, hogy nem dobta be senki. Pláne. Volt-e bármilyen konfliktusotok abból, hogy a látottaknál akár élesebben is kritizáltátok a köztévén akkoriban a regnáló hatalmat? Semmi, de hogy nem, az nem. Nem, hogyha a műsor ebben a tekintetben valamelyest el tudott különbözni a heti hetestől, akkor az büszkeség. Az büszkeség tárgya, hogy az aktuális hatalmat szidalmazza, és nem a... De ez nem igaz, mert ezt egyébként működött. Jó, igen. Persze. A heti hetesben. Persze, a heti hetesben nagyon is működött a hát, baloldali kormány szidalmazása. Hát, én legalábbis részemről gyakorlatilag. De én szerintem ezt a néző érezhette, hogy itt van Bandikával együtt hét, ugye? Jól számolok, 7 ember, aki teljesen szabadon, korlátlanul önálló véleményt alkothat, kreatívan létrehozhat egy kis filmet, az bedobhatja a vitába, és mindenki azt mond, amit akar. Nem volt semmiféle korlátozás. Időkorlátunk volt csak, hogy vége a műsornak. Más kérdezek, az, hogy ez a közszolgálati tévé ment, ez jelentette számotokra bármi töbletet? Vagy ez ugyanígy mehetett volna bárhol másutt a kereskedelmi tévéken, ha lett volna rá nyitottság? Hát vicces dolog volt, hogy egy ilyen mehet, abszolút. Nekem ennek volt jelentősége, és én például jóval korábban, hogy én óriási Vákum TV rajongó voltam annak idején, én azért többet jártam az Ába a Vákum TV miatt szinte, mint csak berúgni, vagy táncolni, vagy ilyesmi.
És nekem az olyan elképesztő dolog volt, hogy akik a Vákum TV-t csinálták, annak idején azok a köztévében bármit csinálhatnak. Tehát maga ez a tény már egy teljesen szédítő dolog volt az egészben. Holott Kis Tamás Laci már korábban is csinálta a köztévében, hisz te csinált a harmadik típusú, mi volt az? Hát én gimnázium után tényleg akartam lenni. Az is jól nem érdekel. Nem az életedben. Édesapám bűtötte az újságokat. Nagypapáról semmi hír. Hát nem, hát a Micivel is csináltunk. Egy reklám műsor. És ott volt a tudományos, hogy adjuk el a bizonyos. Az a harmadik típusú. Hát az a legelső. Az a legelső igen. Volt. Igen, de hogy azért van, hogy még kontrollcsok volt idején. Akkoriban az Index kultúrovatának volt a levezetője, tehát azért ez egy igen izgalmas szerep, hogy egyszer ott vagy egy ilyen gonzóból éppen mainstream-é váló portál egyik meghatározó munkatársaként, és közben egy ilyen köztévés kísérleti adásnak is a szereplője. Nem volt akkor a bocsánat a köztévének ilyen rossz konnotáció. Ja, igen, egyébként. Jó sem. Akkor már olyan semleges volt. Nem. Most műsorvezető vagyok, és nem fogok veled vitatkozni, de érdekel a László álláspontja, akkor is olyan engeditek. Hát az biztos, hogy de hát egészen másképp gondoltam rá, mint most, és nem a színezete miatt, hanem hogy hát ugye jellege másmilyen volt. Tehát ugye, hogy ez nem egy egységes szervezet volt, ami egy politikai szándékot megvalósít, hanem egy vegyes hely, ahol volt minden, de szóval nem egy démoni helynek tűnt. Én akkoriban azt gondoltam, hogy egyetlen nincs szükség köztévére, és akkor, de azért mégiscsak vicces volt, hogy létezik, és hogy akkor ott lenni, és látni. Akkor azért már hozta ezeket az 5%-os sereket, tehát hogy akkor azért... És az Indexben sem pszikiztek emiatt téged a munkatársaid? Nem, csak hajammal csesztettek, nem egyébként egyáltalán. Ez a műsor nem mehetett volna le kereskedelmi tévében. Miért? Ez egy közszolgálati műsor volt, azért, mert attól, hogy a látványa meg az élménye az föl lett kvázi verve, mint a hab, és ezáltal nagyon élményszerű volt, és ilyen értelemben a felületes szemlélő számára kereskedelmi élményt szerezhetett, ettől még tartalmában, szellemében, a résztvevőkben ez egy közszolgálati akkor műsor volt, sosem mehetett volna. De akkor még a kereskedelmi se volt ennyire trash. Tehát az is egy folyamat volt, hogy a kereskedelmi tévék elmentek ebbe a teljes trash. Bocsánat, nem tudok olyan kereskedelmi... Volt Világ a Győzikés már régen dübörgött, amikor ti mentetek. Nem, Győzikem nem volt. De hogy is az 2004 óta már dübörgött. Tényleg? Jézus Mária. De ennek Mónika ellenére... Só, Balázs Só, tehát egy bizonyos szempontból Mónika Só egy színvonalas műsor volt, azt ugyanaz a producer csinálta, aki a Heti Hetes, nagyon jól ismerem, az műsor. Igen, tehát hogy a Heti Hetes az mehetett kereskedelmi tévében, mert annak nyilvánvaló politikai szándéka volt, az egy politikai projekt volt. Ez egy kulturális projekt volt, és a kultúra iránt a kereskedelmi tévé mikor volt fogékony Magyarország? Ja, voltak olyan pillanatai egyébként, tényleg voltak. Miklós? Bólogatok. Szóval így van, tehát azért a Lacék dolgoztak kereskedelmi televízióban kulturális műsoron, tehát nem az, hogy ez képtelenség, de hát nyilván egy késői idősávban egy nagyon szűk, tehát a téma maga volt olyan, hogy az a közszolgálatot igényelte. Szóval én is azt gondolom, hát ez a kereskedelmi tévén nehezen éltünk volna meg. Mert nem is voltunk olyan viccesek, nem? Ez van egy csomó olyan probléma, hogy hát legalább én biztos nem voltam elég vicces. Nem is akartunk, de az nem az volt az elsődleges szándék, tehát nevetessünk. Nyilván az volt, de mint a Laci mondott, hogy léteznek ilyen önálló személyiségek, valamilyen féle saját ilyen gondolatrendszerrel, és azt így elmondják, és ettől, és nem ölik meg egymást, meg szóval ez egy ilyen fontos szoktató lehet. Szerintem az a hozadéka volt, tehát, szóval, tehát már akkor is az a probléma, hogy nem tud senkit se odaültetni a tévére, ha nem nevetnek. Tehát, én ezt nem éreztem, ezt a kényszert annyira. Nem, a kényszert én se érzem, csak azt mondom, hogy hát emiatt nyugodtan, vagy ezért közszolgálati a holdunk. Bocsás, és nem. Tudod, akkor is, amikor beültél, tehát hogy ezzel a tudással vettél részt a műsorban? Hát nem, inkább megúszni tudást, vagy megúszni vágyással. Tehát az, amit mondtad erre, én tudtam, hogy ez nem műfajom, de azt reméltem, hogy tanulok valamit belőle, vagy a folyamat izgatott. Volt egy mellékszál is, mellett közben derült ki, hogy tényleg a vitakultúra, hogy miért van az, hogy nem tudom úgy képviselni a saját véleményemet egy olyannal szemben, aki esetleg kevesebbet tud nálam erről a kérdésről, de határozottabban adja elő azt a kevesebbet. Tehát annak volt egy ilyen furcsa, nem meghasonlás, hanem szembesülés azzal, hogy nem tudom képviselni. Ugye a retorika ereje az? Hát milyen gyenge, igen, a fegyvere kritikája, és a kritika fegyvere, igen. Ez nagyon érdekes, hogy a szereplők mennyire nem érezték azt, hogy ez egy
kvázi, mint egy zene úgy működik. Tehát ők... Tehát, hogy volt egy olyan... Bár egy bolondnak tűnsz most a képen. Igen, nem, az nem baj, az nem baj. Tudom. De hogy az a lényeg, hogy a Miklós vagy a Robi, aki egy lassabb, elmélyültebb magyarázatot vagy véleménynyilvánítást közvetített, mint a két szélső partner, ők ugyanúgy el tudták mondani, ugyanúgy el tudtátok mondani, hogy mi van, csak egy már, csak lehet, hogy megijesztett az a igen, tempó, igen, vagy abszolút. Az a dinamika, amit a Robi meg a... Ott meg ott volt. Tehát igen, az lényeg, igen. Hogy... Igazából azt mondom, és a néző figyelmét baromi jól irányította. Az mikor lett számotokra nyilván, hogy ennek így kell ülni, hogy a két széle és a középen a centrum, vagy nem tudom, szóval ez magától ültünk így le, vagy ez hogy volt? Hát nem tudom, mert nem, az a legelején azért nem derült ki, hogy ennyire jó, éles meccseket tudnak ők vívni kedvenc. Ezzel a tudással castingoltad őket én össze. Konkrétan tudom, hogy úgy ültem, úgy választottam helyet, hogy rálássak a csajokra. Na hát akkor tessék, akkor így kell, akkor ő. Mi? Úgy választottál helyet. Mi a helyválasztásokkal kapcsolatosan tudom gondolatait, hogy részt veszel ebben a műsorban. Azért neki is alapvetően inkább egy ilyen underground múltad van. De nem. Szóval, hogy akkor már volt a... És azért nem éreztem én akkora nagy... Nem éreztem hatását a gangnak, mert hogy előtte ugye volt az Est FM rádió, ami hát legalább ennyire ilyen punk volt, vagy... ugyanennyire lehetett benne szabadon beszélni, meg nyugodtan. Világos, nem a Bartók rádió, vagy a Petőfi rádió, mert az a Bartók akkori rádió. Petőfi rádió. Igen, de hogy én akkor még nem éreztem azt, hogy annyira gáz lenne a közszolgálati televízió. Talán akkor még én, ha jól emlékszem, akkor még a klubrádióban is vezettem műsort a Pikóval, amikor ez volt. Ott nem nagyon értették, ahogy így emlékszem, a hallgatók reagálására, vagy a hallgatóink reakciójára, hogy nem nagyon értették ezt a gangot, hogy mi ez. Sőt, azt hiszem, hogy a Pikó sem értette, hogy mi ez az őrület. Hát ő azért sok mindent nem ért. Most, hogy így belegondolok, van igazsága az Imrének meg a Miklósnak, mert a Propaganda című műsor, amit szintén a Kis Tamás Laciék gyártottak, gyártanak a mai napig. Persze. Ha? Az is kereskedelmi tévén ment, igaz, hogy nagyon későn, de az se kereske, vagy megy. De az sem kereskedelmi. Igen, csak a kereskedelmi tévéknek volt egy vállalása. Tehát az egy valójában egy közszolgálati műsor egy kereskedelmi tévén. Na most az, hogy ez az este 11 és éjfél közötti sávból leereszkedjen abba a sávba, ahol ki tudja hívni a mainstream tartalmakat. Az elé ment ez egy kicsit. Az egy kereskedelmi tévén nem volt életszerű. Egy közszolgálati tévén, ezért gondolom azt, hogy ennek ott az MTV-n volt a helye. Felnőtt egy generáció, aki nem tudja, mit jelent a közszolgálati tévé. Tehát nem fontos, hogy emberek ülnek most a tévé előtt, a monitor előtt, és fogalmuk sincs, hogy miről beszélünk. A közszolgálati tévét egy ilyen úcska propaganda csatornának látják, és azt hiszik, hogy de nem, a közszolgálati tévé az nem ez, hanem az egy olyan tévé, ami közszolgálat. Jobb a BBC-re asszociálni erről. Hát az nem, azt végképp. Már Imre, akkor hadd kérdezek erre rá. Tehát, hogy ugye azért ez a formátum kritikája volt nem csak a televíziózásnak, hanem az akkori köztelevíziózásnak is, ami nyilván nagyságrendekkel jobb volt, mint a mostani köztelevíziózásnak nevezett propaganda csatornák. De ha ma teljesen szabad kezet kapva egy hasonló műsorra felkérést kapnátok a tévénél, a mostani M1-nél, egyáltalán elgondolkoznátok azon, hogy vállalnátok-e az ebben való részvételt? Gondolkodás nélkül elvállalnánk. A saját nevedben. Ha Szaniszló Ferenc visszatér, akkor igen. Tehát nekem azért, vagy a Szaniszló Ferenc, hogy hittek a másik kretént? Robert, ezt fejtsd ki, mert ezt nagyon magabiztosan vágtad. Miért? Ha nem korlátozzák azt, hogy mit mondhatok, és én frontálisan kihívhatom azt a szellemet, ami ott uralkodik, hát ugorjak félre ez elől. Hát, hatalmas lehetőség, hatalmas felelősség, nyilván vállalni kell. Többiek? Igen, hát ott van az a pedagógusoknak az 5 pontja, amit azt mondom, hogy még sosem sikerült felolvasni a közszolgálati televízióban. Ja. Nyilván ezzel kellene kezdeni, hogy jó napot kívánok. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi is van. Nem gondolom, hogy a Kunigunda utca környékére kellene menni azon kívül, hogy az ember időnként ott elfut. Bocs, akkor te nem vállalnál szerepet egy ilyen műsorban? Nem, a közszolgálati televízióban nem mennék be. És miért nem? Hát mert ez egy... Tehát, hogy semmilyen szinten nem... Nem legitimáljuk ezt a
a közszolgálatiságnak. Tehát, bocsánat, hogy... az egy erős érvény, amit a Robert mond, hogyha nincsenek feltételek, akkor igazából mi az, ami megtartóztat titeket, hogyha alakíthatok a működésén ezt? De nem alakíthatsz a működésén, tehát akkor lenne egy gang hetente 50 percben, és előtte jönne a migránsozás, a buzizás, és a sorosozás, és összes faszság. És gyakorlatilag legitimálnánk ezt az egész rágyadombot. Hát a saját adunkból működik, és nem megyünk be, és nem ilyen konfrontáljuk, és nem vezetjük vissza a funkciójához, és nem gyújtjuk fel. De amúgy nem gyújtott fel, tehát tudod, ha felgyújtanád, akkor az egy jogos érv lenne, nem szerepelek benne, ha nem felgyújtom. Nem. Elfutsz mellette. Ha ebbe mész be, akkor azzal legitimálod valamilyen szinten. Nem, ha, mondjuk, ha most kinyílnak a kapuk, és ez egy rendszer, na tessék, akkor be lehet jönni, és lehet mondani, az egy egész más kérdés lenne. Nyilván itt ilyet nem csinálnak. De az, hogyha egy műsort betesznek, akkor az egy ilyen díszfasz vagy ott, aki mellett tényleg el lehet adni azért a lenyugvó napnak is van ereje, Orbán Viktor keleten. Tehát, hogy ezeket, érted, nem, és akkor tehát egy termék vagy, akit éppen erre használnak. Most, hogy konfrontálod azt a működést. De mi, bemész csirkejelmezbe, és hülyet csinálsz magadból, vagy mi? Hát úgy működsz azok között a keretek között, ahogyan azok között a keretek között működni kéne te szerinted. Hát jó, pofán vágnám rögtön az elsőt, aki szembe jön nyilván. De tényleg a verekedés... Hát igazából elfogytak a szavaim. Tehát bármelyiket meglátom ezek közül, akik ott rendszeresen, azt hiszem, hogy nincs mit mondanom neki. Igen, de tudod, ebből a szellemből vált ez a Magyarország. Hogy ha meglátom, pofán verem. Nem egészen. Hát nem megyek be, elfutok mellette, mondom, hogy fölgyújtom, de föl se gyújtom. Tehát, hogy valójában kivonulok, és meghagyom nekik, hogy tegyenek, amit kivonulunk, tehát mi azért nem kivonultunk onnan, már bocsáss meg, azért nem azt tudom, hogy na jó, de világos, de jelen helyzetben ez is van. De hogyha felkínálnák a lehetőséget, hogy akármit elmondjál ott, kvázi rájuk olvasd a kibaszott működésüket, és ezt visszautasítod, az maga a kivonulás. Nem, igen, lehetséges, de mondjuk annyiban egyébként ez egy nagyon furcsa, mert például mi múlik. Ugye politikusok azért nem mentek be, amikor hívták őket, mert tudták, hogy nem élőben lesznek, hanem vágott műsor. Meg felvételre be mennél? Nem mennél be felvételre, mert tudod, hogy akkor mi marad bent. Élőadásra? Hát azt lehet, hogy meggondolnád, de az is performance lenne. Hát mondjuk bemész felvételre, és utána megtekinted, és azt látod, hogy kivágták az éles mondásaidat. Igen. Legközelebb nem mész be, és akkor mi van? Ez már megtörtént. Én már az a legközelebb vagyok. Te ugye mondtad, hogy neked van egyfajta kameraérzékenység, az egy fóbiá, nem tudom, hogy a skálán hova kell elhelyezni téged. Tehát én nem azt kérdezem, hogy te személyesen vállalnál ilyen szerepet, de hogy mit gondolsz erről a dilemmáról? Ezen a köztévén egy ilyen típusú műsorhoz, hogyha szerkesztői szabadságot adnak, szabad-e bárkinek is szerepet vállalnia, vagy sem? Én nagy leülős vagyok, meg tárgyalós, én Tud Gergelyel voltam egy szörnyű színpadon együtt, egy páros izébe, szóval én igazán nem vagyok egy elkülönülő, de azért a magyar televízióban nem mennék. És miért nem? Miért pont oda nem, hogyha egyébként már Tud Gergelyel is vállaltál közös föllépést? Mégiscsak egy ilyen figura volt egy színpadon, akivel ott lehetett egy szabadtéri színpadon, de az, hogy erre a borzasztó helyre, tehát, hogy mondom, én tényleg én bárkivel szóba állok, meg szerintem egy újságírónak ugye eleve ez az alapja, hogy mindenkivel szóba álljon, és megértem ezt egyébként, ezt az érvelést, de egyszerűen ez annyira sötét hely, annyira borzasztó, és annyira egynemű hely, hogy itt tényleg azt érzem, mint az Imre mondta. De más esetekben nem szoktam azt érezni, hogy mindig mindenki mindent legitimál avval, ha szóba áll valakivel. Ez túl messzire vezet, és akkor tényleg nem állna senki szóba, de hát ezért egy ennyire nyomasztó helyen mégsem. Miklós? Én mennék, mert az ügy. Tehát engem a kultúra és a kultúrával a véleményalkotás, tehát maga, engem nem érdekel tehát jobban fontosnak tartom azt, hogy el legyen mondva valamiről valami, mint hogy nem biztos, hogy sikerül, ez így van, és az ember pórul járhat, ezt teljesen elfogadom, de a kísérletet megtenném, hogy szóval én mennék. Kellene most gang mostani elmegyre? Csak én is hogy mondjam, hogy ez nagyon nehéz dilemma, mert ha úgy teszünk fel a kérdést, hogy szívesen élné le egy olyan bolygón, ahol olyan csúnya emberek élnek, mint amilyenek élnek. Nem. Ők élnének. Megpróbálnák az egészet megváltoztatni talán. De nagyon, nagyon nehéz kérdés ez. Tehát az, hogy közpénzből, közszolgálati helyszínen, ami le van uralva,
ha te részt veszel, azzal segíted-e a propaganda működését, vagy mint régen a előző diktatúrában, azokat a kis réseket, amiket biztosítottak, ott betolsz egy-két mondatot, egy-két gesztust, és az elkezd gerjedni. Miért nincs gang a partizánon? De most van. Most van. Ha itt a gang a partizánon. Nem vetted észre? Ez volt a befírolás. Eddig nem volt. Miért nincs itt Huth Gergely? Ja, ez a kérdés. Hát Huth Gergely nincs itt, de valakik, akik nagyon fontosak voltak a műsor szempontjából, az úgynevezett RGB lányok, ők sincsenek itt, de egy bejátszás keretében megkérdeztek őket arról, hogy ők hogyan emlékeztek vissza a műsorra. Kettőjüket tudtuk elérni és leültetni a kamera elő, hogy egy kicsit ők is idézzék vissza az akkori emlékeiket. Úgyhogy nézzük most meg ezt a bejátszást, és akkor utána beszélgessünk az ő szerepükről a műsorban. Hogy kerültünk bele a műsorba? Hát, egy telefonhívás, szerintem. Én akkor filozófiát tanultam az ELTE-n, meg vizuális kommunikációt, szóval azt gondoltam, hogy olyan lányokat keresnek, akik valamit tanulnak, van valamennyi eszük, jól néznek ki a képernyőn, azt gondoltam, hogy ennyiben megálltak a kritériumok, és valamiért én kaptam ezt a telefonhívást akkor. Én azt gondolom, hogy már akkor is megvolt ez a gondolat, hogy furcsán kirekesztő a nők számára ez a pozíció, hogy igazából be voltunk ültetve, a fiúk voltak az okosak, mi voltunk a szépek, három gomb elé ültettek minket, ez azt is jelentette, hogy három gombot egy nő nem tudna nyomogatni, csak három gombot három nő tud nyomogatni. Elvileg azt hiszem, hogy azzal ment át, hogy mi a tévé angyalaiként lettünk bemutatva, ezért lett a színünk az RGB, és hogy igazából mi valahogy a nézőket képviseljük. Én egy kicsit máshogy kerültem a gangba, mint a Zsófi. Én a divattervezői vonalon, sőt, stílusosan most pont egy Use fölsőt hoztam, akik ezt az RGB ruhát tervezték. Nekem ők az osztálytársaim voltak a mostani MOME, akkori iparművészeti egyetemen, voltunk nagyon nagy barátok, és pont akkor találták ki a Kis Tamás Lacék, a Tilláék ezt a Gang című műsort, és akkor fölhívták a divattervezőket, hogy lenne benne három RGB lány ebben a műsorban, majd később fölhívták őket, hogy de hát kellenének a ruhában nők is. És egyébként arra Zsófi jól emlékezett, hogy legyen valami eszük, ugyanis az első koncepció az volt, hogy mi bent fogunk ülni a műsorba, és nekünk beszélgetni kell, meg ugyanazt fogjuk csinálni, mint a pasik. De aztán valahogy az időpont egyeztetésektől kezdve a költségvetésen át minden úgy alakult, hogy nekünk egy ilyen háttérszerepünk lett. Azt gondolom, hogy annak, aki szeret médiát fogyasztani, szeret közéleti témákról férfiakat vitatkozni, hallgatni. Szóval, hogy el tudom képzelni, hogy ezt jó volt nézni. Azért visszanézve a minket a háttérben dekorációként látni, az azért elég kemény volt. Viszont pont ráakadtam egy olyan adásra, amikor pont ez a helycsere történt, amikor büszke voltam magamra, hogy már 20 évvel ezelőtt is úgy ültem be a körbe, hogy megemlítettem, hogy a kék dekoráció. Valahogy volt az egészben egy ilyen önirónia is, hogy így a szerepemet láttam kívülről is. Egy ilyen hőskorszaknak volt így a utolsó időszaka, ez a gangos, forgatásos rész, és én eleve megszoktam, hogy mindenféle hülyeségben részt veszek. Tehát, hogy nekem ez ilyen alap volt, hogy ennek az egyik ilyen velejárója volt ennek a hőskorszakos sztorinak, hogy jött valami haver, vagy valami hülyeség, és akkor mi ott így hűltünk, meg ott részt vettünk. És visszagondolok, akkor hálás vagyok az egész, most nem a gangér, hanem úgy, hogy nekem megadatott egy ilyen hűlés, és nem tudom, egy időszakon át. Talán ez degradáló, nem degradáló, így a csajokra. Nekem akkor jó volt, így belegondolok, ha téged okosnak tartanak, akkor ha egy ilyen kvázi butanő látszatát kelted a tévébe, egy ilyen díszletként, akkor az egy lázadás. Mert meg akarod mutatni, hogy te ilyen buta nő is tudsz lenni, nem csak mindig ilyen okos nő. Egyszer halálra röhögtem magamat, aztán Puzsér Robi ott elkezdte magyarázni az animációt, hogy miért nem jó ez a számítógépes animáció, és ilyen teljesen hülyeségeket mondott, én meg hogy ott ültem animációsként.
És én annyira jól szórakoztam, hogy a Robi ekkora fasságokat mond, hogy ez nekem így utólag tetszett. Aztán mondtam is neki, hogy hát ne haragudj, Robikám, de nagyon magabiztosan mondtad ezeket az egyébként totális hülyeségeket. Pont egész véletlen egybeesés, hogy a Puzsé Robival 20 év után újra beszélgettem ezen a hétvégén, ettől a mostani felvételtől teljesen függetlenül, és valahogy nagyon érdekes volt vele végigbeszélni azokat a pillanatokat, amiket végülis, mint kiderült, egész hosszú időn keresztül együtt megéltünk. Valahogy az emlékezetemben sokkal kevesebb epizód volt, mint amennyi valójában leforgott. Én engem is egy kicsit így megriasztott, amikor így hirtelen belenéztem egy ilyen régi gangos adásba, de abba is belegondoltam én, hogy például ez abból a szempontból is egy ilyen történeti, vagy egy ilyen történelmi korszaknak egy másik része volt, hogy például még nem volt ez a politikai ősrobbanás. És akkor, amikor a gangot forgattuk, akkor csináltuk az Echo TV-nek a spotjait, mert akkor alakult az Echo TV, hogy a híradó, és akkor a földgömb ott forog, ki van írva, hogy híradó, és az Anna, a Széles Anna, akivel csináltuk ezeket a spotokat, ő konkrétan eljött a gangos televíziós felvételekre, és akkor ott a büfébe megbeszéltük, hogy milyenek legyenek az Echo TV-s spotok. Tehát ennyire nem volt ez a szembenállás. Ugye van egy ilyen erősen perverz osztanítás annak, hogy a Nemzetközi Nőnap alkalmából a Partizán egy all-mail panel létrehozatalával járul hozzá Magyarországon a nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolásához, pontosabban erősítéséhez, de hogy visszatérve a műsor formátumához, ugye egyrészt tekintetei önironikus állításnak az, hogy férfiak beszélgetnek erről, hátul pedig a nők, mint egyfajta biodíszletként biztosítják ehhez a látványvilágot. De hogy közben meg ez egy kritikája is igazából a létező talkshow-knak, amelyek alapként alapvetően ilyen típusú működésmóddal operálnak hétről hétre. Ennek szántuk. És ez teljesen világos, hogy ennek szántátok, de hogy ugye nagyon könnyű ezt iróniából hirtelen nem ironikusnak értelmezni, és kérdés az, hogy inkább nem tudom én, újra keretezi ezeket a problémákat, vagy újra termeli ezeket a problémákat, és ez egy nagyon vékony határmezgye. Hogyan gondolkodtatok ezekről a kérdésekről, amikről a lányok beszéltek az előző bejátszásban? Hát én nekem meg se forult a fejembe, tehát hogy ez tényleg, ez ma nem menne el, mert félreérthető, az világos nekem is, de hát... Ma már megint elmenne. Tehát azért nem, azt gondolom, hogy ez most épp egy visszafelé tartó színuszkörbének az a része, hogy mindannyian tudjuk, hogy a nők feladott a női hivatás beteljesítése, nagyjából menstruálás és mosás, és a férfiak pedig hát megbeszélik a világ dolgait. Tehát ez most megint a helyén való. Közben volt egy időszak, amikor ez így hát a liberál komcsiknak köszönhetően egy picit feledésbe örült, és elkezdték összemosni a férfiakat a nőkkel, hogy a nők is beszélgethetnek, a férfiak is moshatnak, de ennek szerencsére vége. Tehát most megint minden a helyére kerül. Gémes kút, boldog emberek. Boldog nőnapot mindenki. Boldog nőnapot Kendnek kell szólítani egymást és a nőket is. Boldog nemzetközi nőnapot. Hát részegőként bennem felmerült ez akkor, de ugye nekem egyértelmű volt, ugye ennek a parodisztikus mi volta, és akkor az érdekelt, hogy a csajok ezt hogy fogják föl, de rendkívül félénk voltam, úgyhogy ebből a bejátszásból tudtam meg most ennyi időnek el kellett tennie, de örülök legalább. Én kerültem, hogy megkérdezzem ezt. Igen, azért, hát ez volt a különbség köztünk, igen. Igen. Akkor a szabadság volt az a közeg, az a légkör, amikor ezt megmerte csinálni a Kis Tamás Laci. Tehát mai szemmel ez bátorságnak tűnik, pedig akkor csak egyszerűen csak vicces hülyeségnek tűnt. Tehát ez, akkor mi se gondoltuk, hogy ez bátorság. Az utólag ma visszagondolva mert hogy igazából iróniának volt a dolog számva, de simán félre lehetett volna érteni, de valahogy az ehhez tartozó egész diskurzus annyira szabad volt és annyira kötetlen, hogy senki se állt bele ebbe, hogy úristen, hát itt most megtörtént a gyalázat. Kivéve György Péter. De mi az Imrével azért érzékeltük, hogy azért ebben van egy kis
lehetőség. Kis irányított vagy vezérelt szexizmus, úgyhogy akkor úgy döntöttünk, hogy az egyik adásban fölállunk és átadjuk a helyünket annak a két csajnak, hogy kiderüljön, hogy egyáltalán tudnak e beszélni. Kiderüljön, hogy nem tudnak beszélni, úgyhogy visszaültünk és ennyi. Bocsánat, hölgyeim, nem jött össze. Hát igen. Robi? Semmi tehát, hogy nem gondoltam akkor erről semmit sem. Tehát nem... Mindenesetre ez egy alap gang élmény nekem utólag, hogy semmiről nem gondoltam semmit. Tehát, hogy ez milyen lehetőség volt, és hogy ezt mennyire akarunk, vagy tudunk ezzel élni. Tehát az ember úgy csinálta, mert olyan benne volt a dolgokban, de hogy mi mellett ment. Nem akarok a többiek nevében, tehát kicsit olyan vakon bután csak arra, hogy a film meglegyen, meg valamit beszélgessünk, és hogy mennyi minden volt ebben benne üzenet, azt nem mindig vele. Hát az ember, csak ami nincs, annak van. Utólag került bele, igazából akkor én sem, de meg egyikünk sem. Nem volt küldetéstudatunk, meg nem volt semmi, egyszerűen érdekeltek dolgok, és tök jónak tartottuk, hogy ezt most ott meg lehet csinálni, de úgy különösebben nem gondoltuk túl. Hát igen, de ettől sokkal rugalmasabb volt a világ, és ezért tehát nem merült fel. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy a Tilláék, hogy akik csinálták ezt az egészet, az ő szupergrupjuk, akik a producerei, nem tudom, kitalálták az egészet, hogy akkoriban ők dolgoztak fővárosi, kormányzati, nagy, ugye ilyen látványos, vicces projekteken, és ugye, hogy fel se merült, hogy ez bármilyen hatással lenne rájuk a műsorra, ugye, ahogy itt is látszott, hogyha politizálás volt, akkor is természetesen mindenki mondta, amit mondott. Egyszerűen tehát, hogy ilyen dolgok nem is voltak témák. Ez is olyan, ami utólag visszanézze, hogy hú, hogy elképzeli az ember, hogy egy ilyet most, és akkor pedig még csak említésre sem méltó sem volt a dolog. És ezt az a politikai őrsobbanás vitt el, amire a Marian utalt a bejátszóban? És ha igen, akkor ti mit értetek ez alatt a politikai őrsobbanás alatt? Ja, nyilvánvaló volt, hogy az első Fidesz kormány 4 évében, ugye, fölmérték a hibákat. Látták, hogy mi a hiba. Tehát, hogy nem kell, nem elég 70%-ba megsemmisíteni az ellenfelet, 100%-ba kell, nem elég az, hogy 70-30 legyen, hanem 100-0 legyen. A polgári Magyarország sem. Igen, az nem. Igen, és akkor mikor, és azzal töltötték azt a pihenőidőt, amit az újabb MSZP-SZDSZ kormányok rájuk nyomtak ellenzékbe, hogy tényleg, semmi másra nem készültek rá, csak hogy a jogilag hogy lehet soha többé el nem ereszteni a hatalmat. A kormányzás nem nagyon érdekelte őket, az a részre érdekelte, hogy lehet elhitetni egy kormányoznak, és hogy lehet 100%-ig megtartani. És ezt elkezdték megcsinálni, megvalósítani folyamatosan a második Orbán kormánytól kezdve, és ez gyakorlatilag egy ilyen, tehát csak nézzük kívülről, hogy mit csinálnak ezek a jogászfiúk, de hát ezek ügyesek. Kis Tamás Laci? Most mi a kérdés, mert már nagyon elmentünk. A politikai ősrobbanást, amire a Marian utalt. Én szerintem a Marian nem azt mondta, hogy politikai, nem azt mondta, hogy televíziós ősrobbanást. Tehát ő arra gondolt. Nem politikai ősrobbanásra gondolt. Nem, mert ő arra gondolt, hogy ilyen az egypólusú világ. Tehát ezt pontosan interpretálta, hogy bejött a köztévének is dolgozni. Nem lehet a TV2-nek is gyártani, a fővárosnak is gyártani, a köztévének is gyártani. Nem akarok ilyen nyugdíjas ős televíziósnak tűnni, de mégis abba kényszerülök. Szóval amikor mikor lehetett ez ilyen 90-es években, már abba gondolkoztunk, hogy úgy is jön az internet, és nem itt kell erőlködnünk a kereskedelmi csatornákon, meg a közszolgálatain, hanem afelé kéne mennünk. És ennek iszonyú lassan mostanra jött el az ideje, amikor annyira le lett foglalva a közmédia, annyira elcirkuszosodott a kereskedelmi tévé, hogy értelmes televíziózást nem lehet csinálni, már csak az internet. Most már rádiózás se lassan. Ez az egyetlen egy hely maradt, és szerencsére úgy látszik, van valami pénzmozgás elindult, hogy ilyen jellegű tevékenységekre valakik szárnyadat. Mert az volt akkoriban a legnagyobb probléma ezzel, hogy egyszerűen a nagyobb ügynökségek, meg a multinacionális cégek egyszerűen nem értették ezt, hogy miért tennének ők pénzt az internetbe. Tehát ott már elkezdtek onnan növekedni az eléréseik, de a pénz a reklámtortából nem követte ezt, és az most talán elindul, amikor így belenéznek, és azt mondják, hogy Jézus, amit lemegy a reklámom este 8-kor ezelőtt, és akkor nekem jobb lesz, és akkor megkeresik, jobban lehet targetálni, mint stb. Tehát most kezdődik az, hát 20 év spéttel. Hát nekünk lehetetlen lett volna egy ilyen kvázi tévéstúdióba
internetes műsort csinálni. Nem, tehát nem tudtuk volna, nem volt rá lehetőség. László, te ugye, ahogy már mondtam, az Indexben dolgoztál ekkoriban, és hát az Indexet is alapvetően pont ez az úgynevezett politikai ősrobbanás tette végül, hát Indexre. A kérdés az, hogy ezt mikor érzékeltétek először, hogy ekkora változás következik, és ennyire szorul el a torkotok és körülöttetek a fogyal a levegő? Hogy mikor érzi? Hát ez folyamatában lehetett érezni, hogy ez történik. Ez engem személyesen nem érintette a rosszul, mert én élveztem inkább ezt a részét, hogy próbálkoznak velünk, és hogy belénk kötnek, akkor az jót jelenthet igazából. Hát azt mondom, hogy ez fokozatosan egyre erősödött ebben az időszakban. Tehát ez egyenletesen, és lehetett utána nyilván 2010-ben egy teljesen más minőségbe átugrott. Még de tehát most visszagondolva, még 2010 is mennyire más volt, hogy én 2010 nyarán mentem el egy gyerekbuliba. Hanem a gyerekeit vittem. A gyerekekkel vittem. A gyerekfelnőtt buliba, és a gyerekfelnőtt buliba ott volt Rogán Antal, és akkor azt láttam, hogy Rogán Antal elbújik, tehát hogy úgy mozog a szobák között, hogy ne legyen velem egy, és ne forduljon felém. És egy idő először gondoltam, hogy ugye csak ezt gondolom, és hogy ez egy ilyen gondolat, de egy időm volt tök egyértelmű lett, hogy igen. És aztán kiderült, hogy azért volt ez az egész dolog, mert hogy akkor nyújtották be a médiatörvénynek, hogy amikor hatalomra kerültek, rögtön úgy nagyon hamar benyújtották ugye annak a nyárnak az elején a médiatörvénynek, ami a mostani közmédia rendszert kialakította, és ő volt az egyik benyújtó ráadásul a dologban. És azt gondolta, hogy felelősségre fogom vonni a dologba, ami egyébként addig egyáltalán nem jutott eszembe, mert én ugye nem avval készültem, hanem egy gyerekbuliba készültem, ahol egyszer csak megjelent a menekülő Rogán Antal, és akkor... Rogán de még egy ilyen idő volt, hogy Rogán Antal még elbújt a lelkiismeretfurdalástól úgy, hogy akkor még csak papíron hozta létre, tehát akkor még nem is le, ő ugye tudta, hogy miért hozta létre, meg mi a cél, meg ebben mi van benne. De ezt akkor még az újságírók sem tudták ilyen mélységben átlátni igazán. Tehát nagyon friss volt a dolog, tényleg akkor nyújtotta be, tehát az egész koncepció, még úgy ismerkedni kellett egy ilyen nagy izével. De még ilyen idő volt még akkor is, hogy az csak az, hogy nem egy ilyen nagy szakadás volt, ami után ez, hanem ez így szépen ment, és még 2010-ben is volt ez, hogy az egésznek az egyik mozgatója még azért látványosan kínos. Tényleg elképzelhetetlen. És a bújócska végén pedig kiment, beszállt egy helikopterre. Ja. Elképzelhetetlen, de ekkoriban még a Révész Máriusszal találkoztam. Imre, hát itt van te, és miért nem vagy te a Fideszbe? Tudod, még ezek a beszélgetések mentek, szürreális beszélgetés. Mert hogy ezeket a srácokat ismertük, legalábbis mi, akik ugye a narancs részéről jöttünk, ezekkel együtt, tudtuk kik. Ezért gyűlölnek minket igazán, mert hogy hát igen, tényleg tudjuk kik. És ha már március 8, akkor esetleg elmondnátok-e azt, hogy számotokra kik egyébként az inspiráló női kollégák a magyar nyilvánosságban, a magyar médiában? Van esetleg olyan valaki, akinek sokat köszönhet a karrieretek, akit szívesen olvastok, szívesen néztek, szívesen hallgattok? Tehát bárki, aki akár hozzájárult a ti munkátokhoz, vagy egyébként a munkája hozzájárul ahhoz, hogy ti tájékozottabbak legyetek, vagy pedig szórakozásotokat nyerjétek valamilyen produktumában? Molnár Anikót említeném elsőnek. Kelemen Annát másodiknek és Orosz Barbarát harmadiknek. Ezek a számomra inspiráló média személyiségek. Bárki mondhatja, akinek van. Hát én a Kopper Juditot mondanám, aki szerintem csinált még a 80-as évek, 90-es évek elején, amikor átalakult a Magyar Televízió egy olyan... Tehát akkor volt egy nagyon, nagyon jó húzás, ki volt akkor az elnök, az a híres ember, segítsen. Hankis Elemér. Tudja, itt ez az idegenvezető, mint egy híres császárban eltemetve, nem jut eszembe jelenleg a neve. H betűs. H-betűs. Nem a nálik, hanem a... Jó, Hankis Elemérnek volt egy olyan koncepció, hogy az addigi főszerkesztőségeket produkciós irodákkal csinálta, alakította át, és így kezdte a köztévé megújítását. És akkor a Kopper Juditék kaptak, az ő főszerkesztésük, az azt hiszem, hogy iskola televízió volt, és abból lett egy produkciós iroda, ahova mindenkit behívtak. Tehát tényleg annyira nyitott volt, hogy bárki csinálhatott
műsor. Tehát én ott csináltam a Kis Dezső barátommal a Eredeti másolat című kétrészes filmet, amiről Nyugat-Berlinből írtak, hogy ilyet a német televízió sehol a világon nem lehetne csinálni. Tehát annyira nyitott volt, hogy bármit meg lehetett csinálni, és óriási dolgot művelt a magyar televíziózásban. Tehát őt mindenképpen megemlíteném. Okay. Meg mondjuk a Csernátonyi Dórát, aki ennek a műsornak volt a szerkesztője. Bárki mondhatja, hogyha van, ha nem, akkor menjünk tovább. Én bemondom, nekem Vitézi Bolya volt az, aki a Magyar Hírlapban volt a gazdasági rovatnak a vezetője, és akkor ez a második hely volt, ahol dolgoztam. Én nem voltam benne biztos, hogy újságíró akarok feltétlenül lenni. És utána ő a gyakorlatban megmutatta, hogy ez milyen nem csak szórakoztató, de nagyszabású és fontos dolog is tud lenni, és tök jó. Úgyhogy én akkor döntöttem el, hogy maradok, amikor elkezdtem, most a 24-nél dolgozik. Hát, hogyha kvótanőt kell említeni, akkor én édesanyámat említeném, engem ő inspirált mindvégig és a mai napig. Nem anyák napja van, vigyázz. Tudom, de anyám nő volt. Jó. Jó, de ez most nem kell, ez olyan kirekesztően hangzott. Lehetett volna férfi is, ugye? Lehetett volna transznemű is, de történetesen nő. Jó, hát így alakult. Nem mindenkinek sikerülhet elsőre. Én nagyon sok nővel dolgoztam együtt, és nagyon szerettek egyébként nőkkel együtt dolgozni. Tehát a Kucogi Szilvivel, akivel a Joy magazint csináltuk, egyszer indítottuk el, mert már korán sem az, mint amikor elindult a 90-es évek végén, Vértesi Zsófi valakivel nagyon sokat dolgoztunk együtt, így tökre bírom, de hát ott voltak a rádiósok, Szikra Zsuzsa, Rádai, és még jó néhányan az egykori Kossuth Rádióban, akik egyrészt engedtek bennünket, másrészt meg simogattak, meg tanítottak, hát kurva jó rádiósok voltak. Mindenki, aki ott a 16 óra meg a 168 óra környékén randalírozott, Rangos Kati például, szerintem ilyen nagyon-nagyon jó volt, meg rengeteget lehetett tőlük tanulni, meg lehet is. Oké, no hát akkor csapjunk bele, mert ugye már a néhány blokkal ezelőtt megszületett egy nagy egymás megfeszülés Imre és Robert között a kulturális elit kérdésében, és ez valóban egy visszatérő topikja volt a kulturális értelme, a kritika és az értelmiség viszony igazából a műsoron belül. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan nézett ki egy-egy ilyen pillanat, és aztán pedig beszéljünk erről a kérdéskörről. Fenyegetett téged ez a beszél, hogy a továbbiakban mondjuk valóságsokról kell tudósítanod? Ja, azt nem fenyeget, mert mindenki arról tudósít, amiről akar. Tehát szóval nyilván, ha megszűnik az összes újság, akkor nekem az lesz a probléma, hogy állástalan maradok, nem az, hogy majd azt kell írnom, amiről nem akarok, mert majd kitalálom, akkor elmegyek ügyvédnek mondjuk, vagy bárminek. Miben különbözik a bulvár újságban megjelent kritika, mondjuk egy komoly napilapban megjelent kritikától? Hát a bulvár újság magán nem nagyon foglalkozik ugye művészetkritikával eleve, hanem csak rövid ismertetéseket. Van egy olyan 50-100 fős társaság, akik haverkodnak egymással, és ezt közvéleményformálásnak nevezik. És ez a véleményformáló értelmiség az, amelyiknek így nem igazán lehet tudni, hogy ez hogy átjárható, hogyan lehet ebbe bekerülni, vagy hogy nem. Könyveket olvasunk, jó, és ismereteket szerzünk. Innentől kezdve van szó arról, hogy ez a társaság, ez önmagára reflektál. Tehát ismereteket szerzünk, de nem a társadalomról, hanem erről a társaságról. Mit értettél pontosan ez alatt az értelmiségi belterje alatt, Robert? Mert ugye részben ez volt az összefeszülésetekre a tárgy, hogy esetleg kifejteni pontosabban, hogy akkor mit értettél alatta, és mennyire azonos a mostani a pozíciód azzal, amit akkoriban képviseltél 2005 környékén. Hasonlóan látom, ez a liberális kurzusnak, ez az átjárhatatlansága, ez a kulturális fölénye, ez a lekezelés, ami minden gesztusból árad, amikor én megnevezem azt, hogy hát ez ennek a liberális, fővárosi, véleményformáló, értelmiségi közegnek a sajátja, akkor a Parakovács Imre láthatóan nem érti, mint hogyha esne 100 pontot az IQ-ja, és nem érti, hogy miről beszélek. Könyveket olvasunk, értesülünk dolgokról a világon. Pontosan érti a Parakovács Imre, hogy miről beszélek, csak nem akarja érteni. Ez egyfajta spekulatív értetlenség. Az egész liberális értelmiséget jellemző.
érzi és áthatja, és tulajdonképpen megágyazott a nemzeti együttműködés rendszerének. Ez az attitűd, ez a szellem. Nem a maga Parakovács Imre, amit a Parakovács Imre mond, az több önmagánál. És ezzel valaki felhúzza az orrát, akkor az a liberális értelmiség, akik ilyen szemetek. Azért, mert tényleg komolyan mondom, tehát életművel jelentős részében ilyen félművel baromságot ordítasz. Ez nem oké. Na, de ez a válaszod, a személyeskedés a válaszod. A személyeskedés részedről indul. Szerinted, ez olyan, mint a háttérhatalom, amiről beszélsz. Tehát tök ugyanaz. Van valaki, igazából tudunk pár nevet, de igazából nem ismerjük az egésznek a működését, amik kirekesztenek bizonyos embereket, és ezeket azért rekesztik ki, mert nem akarják, hogy többen legyek, nem azért rekesztik ki, és nem is rekesztik ki, csak amikor így elhangzik valami hülyeség, vagy ilyen, hogy is mondja, komolyan nem vehető dolog, akkor így elhúzzák az orrukat. Ez a legszörnyűbb. Bocs, Imre, hadd kérdezek valamit, tényleg gondoltad azt, hogy nem tudom, a 2000-es években, hogy azért van egy olyan domináns kulturális elit, akik azért alapvetően igen belterjes módon és igen arrogánsan működtetik a saját maguk művészetét, adott esetben egymást priorizálják és helyzetbe hozzák, tehát hogy nem érezted azt, hogy itt lenne azért mégiscsak egyfajta ilyen zárt, önmagát nem tudom, priorizáló kör. De hogy sose éreztem zártnak. Tehát én azt azért eléggé... Persze egy kulturális elitnek léteznie kell, nyilván minden helyen, ahol kultúra van, ott kulturális elitnek is léteznie kell, de ezt egyáltalán nem gondoltam egy zárt körnek. Tehát én azt nem tapasztaltam volna meg. Akik zárt körről beszélnek, ugye sose mondanak neveket, hiszen ez ugye pont ugyanolyan, mint az összes ilyen összeesküvés elméletes úgyhogy itt is az van, hogy ami minél kisebb, minél zártabb elitről beszél valaki, amikor ugye természetesen az avval járna, hogy minden tagját ismeretjük, az 50%, soha nem halljuk az 50% ember nevét, hiszen ugye nincs ilyen formában ilyen, és nincs 50% ember, tehát a zárt szervezetszerű elit, amelyik kizárja, a Puzsér beszeretett volna kerülni valahova, és az elképzelt helyet átkozza állandóan. Rám is akkor sértődött meg a legjobban a történelembe, amikor az igazi komolynak szánt darabját, a Tandrámáját, az Inkeivel szórakozásból a Cinkuba felolvastunk olvasószínházszerűen egy részletet a nagy Tandrámából, ami arról szólt, hogy az emberjogi ügyvéd, aki valami nácit véd, és ezért kizárja őt a liberális elita köreiből. És akkor ebből a darabból felolvastunk egy mondatnyire, és soha nem tudtam olyan sértődést ki, akkor de hónapokig tombolt a dolog miatt. Ott sem érdemi kritikát kaptunk, hanem ezt a gúnyolódást, tudod? Fölolvasjuk a szöveget, de nem mondjuk el, hogy mi a baj a szöveggel. Nem mondjuk el, hogy mi a baj a szöveg szellemével, hanem egyszerűen Robi. Csak fölolvasjuk azzal az éllel, amit a liberális értelmiségben értem. Pontosan értik, hogy ezzel Robi, azt fejezzük ki, fel, hogy van az a szín, miért nem lehet elmondani, de egyszerűen nem bírod el, tehát miért nem bírod elviselni, hogy végigmondok egy mondatot, amivel nem értesz egyet? Ja, végig egy mondatot, folyamatosan üvöltem. Az a... Hát ez a kritikának a színvonala. De nem akarom. Hát ez a, hogy arról van szó, hogy lehetséges, hogy kell még néhány évtizednyi Fidesz uralom ahhoz, hogy ez a közeg szembesüljön azzal, és elismerje azt, hogy bizony az ő kulturális szerepének és tevékenységének bizony szerepe van abban, hogy Magyarország odáig jutott. De mi a szerepe? A reflektálatlansága. A törpe malac a szőnyegre szorik, akkor nem kritikát írok róla. A hatalommal való, hát hogy is mondjam, folyamatos szédelgése ennek a közegnek. Bizony, a balliberális hatalom nem úgy indult a dolog, hogy a jobboldali kurzus és az ahhoz tartozó értelmiség, meg az ahhoz tartozó társadalom egyszerre csak összebútorozott a jobboldali hatalommal, bizony a baloldalon ennek a kísérlete már zajlott, és Orbán Viktornak volt honnan példát vennie, volt honnan mintát vennie, amikor megalkotta a maga kurzusát és a maga hatalmát. Én akkor... amikor még nem volt késő, erre hívtam fel a figyelmet. Ahogy és a reflexió erre vonatkozóan a teljes körű elutasítás, de nem az elutasítás frontálisan érvek mentén, hanem az elutasítás pofavágásokkal és indoklás nélkül. Ahogyan például a Szíri Laci meg az Inkei Bence felolvasták azt a szöveget. Legdurvább, felolvastuk a szerző szövegét. Felolvastátok. Az 50-100 legkegyetlenebb trükkje az, amikor az embereket a szövegjükkel. Pont erről van szó, hogy felolvasták a szöveget, de nem pusztán felolvasták, hanem azzal a gúnyos éllel olvasták fel, amivel azt kommunikálják, amivel azt
azt kommunikálják, hogy ez ciki. A kulturális elit megbélyegezte ezt az irodalmat, ez mostantól kezdve a liberális körben ez gúny tárgya, úgyhogy ezt majd mindenki osza be magát. Nem kell ezt így hozzátenni? Kulturális elit. Tudod, kulturális elit. Miklós, te, mint kritikus, mit gondolsz erre a kérdésről? Tehát valóban létezik egy olyan domináns, vagy létezett-e 2015 egy olyan domináns kulturális elit, amely egyszerűen nem volt hajlandó az önreflexióra? Ez mindesetre szerintem létezett, és szerintem ezt a kultúrás helyet leváltották, és most mindenki szétteszi a kezét, hogy a rosszabbakra váltották le. Tehát, hogy én a problémát abban látom, hogy ez valahogy, amit az Imre mond a Robira, hogy be akart kerülni egy társaságban, nem fogad, amit a Laci mondta. Én szerintem ez nagy vonalakban a politikára is érvényes, tehát mint hogyha Orbán Viktor szeretett volna bekerülni egy, szerette volna elfogadtatni magát egy bizonyos szellemi réteggel, aminek voltak is nyomai, amikor Tamás Gáspár Miklóst meghívta vacsorázni, szóval még mindig voltak ilyen utolsó utójátéka is, ahol nem fogadták, miről szítettek el, nem fogadtok be, le vagytok szarva, abban pillanatban. Tehát elkezdünk építeni egy másik kulturális elitet. Csak hogy ezért az nem így megy, hogy kitaláljuk, hogy építünk egy ellenkulturális elitet, és akkor az megvan. Hát mondjuk akkor ugye tényleg nagyon érzi, szerintem 50%-et megnevezni, hogy igazából kik azok, akik ezt mozgatják, de mondjuk pont egy konkrét példa, hogy a Miklóssal szemben konkrét aláírásokat gyűjtöttek azért, mert hogy az volt a mondás, hogy te nem tudsz Kottát olvasni, ergo ne írjál emiatt kritikát. Ez mondjuk szerintem egy elég egyértelmű bizonyíték annak, hogy van egy ilyen típusú kritikátlanság, és az, hogy ez megágyazott a NER-nek vagy sem, ez lehet, hogy messzire vezet, de az, hogy ez a jelenség létezett és befolyásolta a közállapotoknak az alakulását, én ezt nehezen látom vitathatónak. Hát bár ebben az esetben ugye a poén az, hogy azért nem váltottak le, tehát ugyanakkor... Új Fáj Miklós neveznek ki a helyedre. Igen, szóval úgy értem, hogy valóban volt, tehát írtak a Népszabadságnak, hogy igen, és sőt ajánlottak esetleg másokat, de hát ezt nem, a főszerkesztő ezt nem fogadta el, tehát nem volt azért egy olyan valóságos hatalom gyakorlás, vagy nyomás gyakorlás, hogy ettől valóban, ráadásul ugye nem is volt a kultúrás elit sem egységes ebben a kérdésben, tehát volt, akinek tetszett, volt, akinek nem tetszett, tehát ebből... De volt olyan jelentős komoly zenész például, aki kiállt ilyenkor mellettad? Igen, és igazából nem a komoly zenész volt az érdekes, hanem azok, akik beírták, hogy mint olvasó azt szeretem, én mint olvasóként ragaszkodom ehhez az emberhez. Tehát én szeretem olvasni az írásait, nekem mindegy, hogy olvasek Kottát, vagy nem olvasok Kottát, én olvasom az írásait. Tehát volt egy ilyen, hogy is mondjam, csak piaci szempont is, hogy tehát valakiket ez érdekelt. Tehát ez bizonyos szempontból ellenérvés, igen, hogy hát végül is semmiféle ilyen bajom nekem ebből nem számol. De ez furcsa, mert te Fáj Miklósról jutottál, mint ennek a kultúrás egyiknek a tagjára, vagy mint egyik áldozata? Nem, mint aki lehetett volna. De hogy ez alapján te szerintem része vagy ennek. Másfelől meg lehetnék képviselni a része, és hiszen egy vezető, igen, újságban. Szerintem abban a nyílt fejében azt fogalmazódott meg, hogy miért nem vagy a része, ami azt jelentette volna, hogy miért nem vagy elismerőbb adott esetben, kezesebb, és így tovább. Hogy miért bántod a mi kutyánk kölykét? Igen, de hát ez... Nem a mi kutyánk kölykét, minket. Miért hát ez a kutyaszámba? Hát a mi kutyánk kölykét bántod, azzal minket bántasz. Mit akartam mondani, László? Hát, hogy elég speciális ez az ördögi elit, hogy ugye ördögiek, és semmit nem tudtak elérni. Tehát, hogy azért ez a legkülönlegesebb összeg. A Puzsért ki tudták taszítani maguk közül, de ezen kívül semmilyen felmutatható eredményt elérni, hanem ugye az antitéziseik elfoglalták az országot egy életre, és ez történt. Az látszik, hogy a Fidesz hasonlóan elszánt és hasonlóan romlott, de mint nyilvánvalóan, az IG az nyilvánvalóan sokkal mint Kocsis Zoltán. Nyilvánvalóan, nem, itt a Orbán Viktorral nem, a verő ember. Direkt nem érted, hogy Orbán Viktorral nem Inkei Bencét, és nem Szili Lacit állítjuk szembe, hanem mondjuk Gyurcsány Ferencet állítjuk szembe, és bizony Inkei Bencének és Szili Lacinak is megvannak a jobboldali alakmásai. Persze, lehet az egészet nem érteni, és azt mondani, hogy hát az egyik oldalon ott van a gazember Orbán Viktor, a másik oldalon meg Szili Lacik és Inkei Bencek cikkeket írnak. Hát hogy lehet ezt a kettőt összehasonlítani egymással? Nem akar kulturális elitet teremteni, nem próbál
díjat, nem nevezett soha nem a nem adott valakinek Kossuth díjat arra hivatkozva, hogy nem zsidó. Na. Tehát azért az egészen, és nem húzott Demeter Szilárdot a nyakunkra. De nem is volt, de nem is voltam kétharmada. De nem is voltam kétharmada. Gyurcsány Ferenc organikusan kialakult, Orbán Viktor az viszont mesterségesen. A kulturális edit az adott volt, tudod? Ez úgy történt, hogy az emberek foglalkoznak kultúrával, sokan egyre feljebb kerülnek, lejjebb kerülnek, lehet Acél Györgyöt szidni, én szívesen szidom, hosszan szidom Acél Györgyöt, de ennek ellenére ott volt valami, hogy is mondjam, alapja annak, hogy valaki a kulturális elithez tartozott. Például a kultúra. Hát ő elmente a tatai raktáborba és behaldolta a hatalomnak. A tatai raktábor például az egyik legjobb hely volt ebben a szempontból. De nem tusványossal indult, volt Szárszó. Volt Szárszó is, és az is elit volt, ahol? És ahhoz is politikus elit tartozott. Rájvan még Szárszon például ott volt, Orbán Viktor is, meg a Dajs Tamásék is voltak. Aztán egy idő után már nem voltak ott. A probléma azért azt látom, hogy amit a Laci is mondott, hogy akár van titkos 50-100, akár nincs 10, de az kiderült, hogy igazi hatalom nincs a kezükben. Ők azt hitték, hogy sokkal többet számítanak politikailag, mint amennyit valóban számítottak. Ez nagyon érdekes lenne ezt visszanézni, hogy mondjuk a Nagy László vagy Ily és Gyula, akik azt hitték, hogy ők támadhatatlanok, mert ők olyan nagy költők, hogyha nem Acél György van akkor, hanem egy olyan kultúrpolitika van, akkor azt mondja, hogy menjetek már innen a frázba. Szóval valóban ott volt a kommunizmus alatt egy olyan megbecsülése a kultúrának, amit azóta megszűnt. És a probléma az, hogy igen, tehát hogy itt mondhatni lelepleződött valami, hogy hát igazi hatalom, igazi erő nincsen kulturálisan senkinek se a kezében, vagy még a fejében sem, de hogy ettől szétesett valahogy a kultúra. Tehát az ember azt látja, hogy de ez egy jó ég, hát olyan emberek kapnak Kossuth díjat, hát ez egy örök probléma, és ez mindegy, hogy bal oldal, jobb oldal, mert a Lovasi Andrásnak se kellett volna Kossuth díjat kapni. Miért nem? Mert nem olyan a teljesítmény. Tehát, hogy nincs még ott az élet, mi abban a fázisában szerintem mondjuk sem. Mondjuk így. De hogy erre akkor... Tizem, hogy azóta sem. Azóta kicsit romlott. Nem, még érik. Tehát én azt gondolom, hogy jó, mindegy, hogy miért igen, nem... Igen, tehát és erre akkor reakció, az Ákos is Kossuth díjat kapott, elkezdődik, olyanok kapnak, olyanok ülnek a Kossuth díj bizottságban. Úgy izgulok most ki lesz, tényleg mindjárt most már lesz a Kossuth díj, nem? Hamarosan. Vagy már volt, amikor mi adásba kerülünk? Már volt? Nem, ez ma este megy. Ez ma este megy. Tehát, de szopás lesz ezt vágni. Semmi, tulajdonképpen ez a történet lényege, hogy amire állandóan azt érzik, hogy iránytű nélkül marad, nem biztos, hogy ez baj. De akkor bocsánat, nem az a baj, hogy keveredik, rá. Tehát a Kádár rendszer, azért hogy mondtad, hogy a kultúra ápolója, hát menekült a Halászszínház, elmenekült, a Szent Jóbi elmenekült. Ez két arcú tehát, volt, tehát, nagyon két arcú igen, volt. Igen, az underground kultúrát minden módon taposta, gyilkolta. A Vágtázó alakémektől kezdve a Spyancing. De nem az jött a rendszerváltás után, amit én vártam például, hogy de jó, hát akkor most jó zenék lesznek a rádióban, a Víg Mihály lesz a Bita, a Petőfi. De komolyan ilyeneket képzeltem el, hogy akkor ez a dolog volt, és nem ugyanott maradtak, akik lent voltak, hát és jött ez a takony helyette, tehát jött a komcsi takony helyett, ez a kereskedelmi takony. És akkor rájöttem, hogy sose kerülhet a helyére nyilván az az underground kultúra, vagy az az avantgárd kultúra, amit én szeretek, de legalább így a helyén lett kezdett, nem volt, mit tudom én, tehát nem raziáztak, meg nem oszlatták fel a koncerteket, és aztán most persze megint, most van egy finoman felszálló ágban lévő megint új irány, amit bírok, de... Ja, a CPG is kapott még Kossuth. Nem, pedig a CPG is speciál megérdemelni. Na, az sőt, valami kártérítés mindenképp. Kaptak kártérítés. Miklós, csatlakozom rá, mert ez egy fontos kérdés, amit felvetett, hogy az Acélnak a személyiségén múlott-e az, hogy mondjuk az Ily-nek volt egy ilyen önmagam személyiségén túlmutató hatása mondjuk a kulturális politika alakulására, és ugye van egy ilyen megfejtés, hogy Orbán Viktor sikere részben azzal magyarázható, hogy jobboldali értelmiséget fokozatosan leépítette, nem engedte, hogy anélkül alakítsák a politikának az irányvonalát, hogy politikai felelősséget vállalnának, míg egyébként a velük szemben álló ellenzék, balliberális, nem tudom milyen tömnek, pont az az egyik gyengesége, hogy ezerfelé rángatja őt a kulturális értelmisége, akik szintén nem bánnak politikai felelősséget, viszont nagyon is hallgatnak rájuk a vezető politikusaik. Mit gondoltok erről a megfejtésről?
Hát azért ő nagyon vigyázott arra, Orbán Viktor, hogy igazából a MDF ezoterikus szárnyával vegye körül magát, és azt nevezze jobboldali értelmiségnek. De nem, ezek a teljesen hülye nullpont energiás laposföldesek voltak, akik már az MDF-ből is kezdtek kiszorulni ezzel a New Age-es baromságaikkal. Ugye Széles Gábor volt az ászlós hajójuk, aki gyakorlatilag ilyen UFO megjelenéseket osztott meg alapján. És tényleg ezek vitték őt aztán bele ebbe az egész történetbe, ebbe a mű nemzeti bokacsattatós izébe. Én úgy látom, hogy az Orbán Viktor a kultúra a legkevésbé sem érdekli. Szerintem annál ikonikusabb vagy meggyőző pillanatot, mint amikor azt mondta, hol a színészünk, jöjjön már, énekelj már a himnuszt. És akkor ez egy ilyen megvilágosító pillanat volt számomra, hogy egyrészt nem tudja a színész nevét, másrészt a színészünknek nevezi, harmadrészt jöjjön már ide és énekelj a himnuszt. Hát olyan világossá teszi, hogy mi ezt használjuk. Igen. Tehát neki olyan fajta kulturális élményei nincsenek, amilyen nekem minden nap. Amiért egyrészt sajnálom. Talán a futballmeccseken. Nem is tudom, hogy ezt el kell várni egy politikustól, hogy örüljön annak, hogy este koncertre megy. Csak ez Gyurcsány Ferenc már megkísérelte. Tehát hogy ugye ez a kulturális elit, a balliberális közegben nagy hatással van a politikára, viszont szana széjjel rángatja a politikát a maga a kulturális preferenciái mentén. Most akkor, amikor Gyurcsány Ferencnek illett volna lemondania és megmenteni a köztársaságot, akkor azért az alapján választódott ki, hogy ki a figyelemre méltó kulturális elit, aki azt mondta, hogy nem szabad Ferikén lemondani. És aki meg azt mondta, hogy Ferikén most hátra kell lépni egyet, az nem volt mérvadó kulturális elit. Tehát Hajós Andrást említem itt, aki az én szememben a kulturális elitnek a mérvadó szereplője, de Gyurcsány Ferenc szemében akkor az alapján, hogy ő azt tanácsolta, hogy most Ferenc hátra kell egyet lépni, nem bizonyult. De mit számít az, hogy Gyurcsány Ferenc szemében ki a kulturális elit? Nem Orbán Viktor kulturális térfoglalásával kezdődött a történet. Gyurcsány Ferenc letiltatta a Hajós Andrást, és... Nem csak a kulturális elitség, az bizony politikai szándékok mentén választódott ki. Megfosztották a kulturális elit tagságától a Hajós Andrást, arra gondolsz? Nem, de nem volt mérvadó a véleménye akkor, amikor a köztársaságot meg lehetett volna menteni, és ő rázta a vészcsengőt, na pont erről van szó, senkinek a véleménye nem volt mérvadó, nem számított. Tehát talán a Hon Gyula idején még úgy volt, ahogy mondod, hogy a kulturális elit szana széjjel rángatja a balliberális kurzust, szana széjjel rángatja az ahhoz tartozó politikai elitet, és az ahhoz tartozó politikai elit pedig hát leginkább szenved a saját kulturális elitjétől. De a Gyurcsány idején azért ez a központosítás, meg a kultúra politikának való alárendelése már elkezdődött. Példákat mondani. Ne hagyjuk, hogy Orbán Viktor megvalósítsa Gyurcsány Ferenc ördögi tervét. Nem, csak arról van szó, hogy akkor nem lett volna késő, meg lehetett volna menteni a köztársaság. Én csak egy szót sem értek, hogy a Gyurcsánytól az volt a központosítás, hogy nem hallgatott Hajós Andrásra. Igen. És ha hallgatott volna, akkor az, ezt nem értem. Az miért központosítás, hogy nem hallgat egy zenészre a miniszterelnök? Van egy kulturális elit. Az a kulturális elit, az valamilyen pressziót gyakorol, és az alapján választódik ki, hogy a kulturális elit mely tagja szava hihető, mely tagjára érdemes hallgatni, hogy mi a politikai szándék. A politikának van a kultúra, a kulturális elit nyomása, vagy a kulturális elit szándéka, vagy a kulturális elit pressziója alárendelve. Ez egy nettó fasság, amiről beszélsz. Nem, én csak azt mondom, hogy mi ebben a baj. Tehát úgy értem, hogy a politika használja a kultúrát. Ezt így használja, mindegyik használja. Igen, de amikor Orbán Viktor személyében... Amikor Orbán Viktor kitünteti Kovács Ákost, aztán kitünteti Majkát, aztán Győzikét, akkor nem ez történik, hogy nem. A politika használja a kultúrát? De azt mondom, csak hogy ez ne. De akkor ezzel sincs baj? Hát úgy értem, hogy... A kultúra próbálja meg önellátó lenni, nagyon nehéz, próbálja meg független lenni, még nehezebb, hiszen mindannyiunknak pénzre van szüksége, meg nem tudom mit, meg azért becsatornázottság, de tök igazad van egyébként, ez bocsánat, hogy emlékszem arra, én is, amikor Hajós András mondta a véleményét a Gyurcsány, utána akkor a heti hetesben azt mondta,
talán Hernádi Judit, én azért megbocsátok neki. És erre azt mondom, mi van? Mi a megbocsátotok neki? Mert azt mondta, hogy... Jó, de Hernádi Judit nem a hatalom képviselője. Tehát azért... Nem, az világos. Csak ja. Úgy értem, hogy mégis, hogy tehát van egy olyan pillanat, amikor azt mondják, hogy valakit a véleménye miatt, igen, mert úgy nem egyezik a milyenkel, az kicsit idegennek éppen megbocsátom meg, hogy ebben a, tehát úgy gondoltam, ebben a helyzetben, ugye, vagyis van ez a Fidesz malmára hajtja a vizet. Össze kell zárni a politika mögött. A kultúrának bizony. Különben a Fidesz malmára. Ez, a Hernádi Judit élménye, tehát most nem tudom, ki vitatkozol, de most csak azt mondom, hogy értenik ez. Nem. Szóval úgy értem, hogy csak én ebben, tehát ezt úgy látom, hogy ez egy természetes dolog. Tehát, hogy a politika a kultúrát használni akarja, és nincs az, hogy a kultúra magába, amiben még tolják is a pénzt, hogy ticsek legyetek boldogok, és nem tudom, legyetek művészek, azt nem tartom egy ilyen nagy tragédiának. Ez az is egy releváns kérdés, mert itt akik az asztalán, hogy mindannyian a kulturális elitnek a részei vagyunk egy bizonyos szegmensében, és ugye ez egy nagyon fontos dilemma szerintem, hogy az, hogy az ember a nyilvánosságban visz egy szerepet, mondjuk egy Gang című műsorban szerepet vállal, vagy egyébként cikkeket ír, rádióműsort vezet, televíziós adásban és így tovább. Szóval ez óhatatlanul elállítja azt, hogy munkává válik a véleményeknek az előállítása. Tehát egy véleménygyártási kényszer lesz úrrá az emberen, mert hogy minden nap meg kell valamilyen módon jelenni, vagy hetente többször meg kell jelenni. Ez akár a Gang idejében hogyan alakult szerintetek, mennyiben volt más annak a kornak az ilyen típusú kényszere, és ti hogyan birkoztok meg ezzel, hogyan kezelitek az esetleges ebből adódó kiégettséget? Hát én részben azért is szálltam akkor ki, mert én nem tartottam a saját véleményem annyira fontosnak, és ez, hogy így exponálva van a tévében, ráadásul ilyen látványos díszletek között meg minden, ezt ilyen aránytalannak éreztem. Tehát én mindig is személyesen ebben küzdöttem, hogy most miért érdekes bárki másnak, hogy én mit gondolok valamiről. És akkor itt ez meg tényleg olyan izére volt emelve, olyan vizuális oltára volt emelve, meg a figyelem középpontjába, hogy egy idő múlva... Bocs, szerintem neked azért ez a hatásod igenis erősen megvan, most például csak a legutóbbi példát hadd mondjam ide. Ugye a Rácznay-Földi Juditnak a beiktatása kapcsán szerintem te írtad meg először azt, hogy ez egy mennyire összetetten pervers helyzet, ami ott Gyurcsány Ferenc és Köztellel zajlódott, és szerintem, ha te ezt a cikkedet nem írod meg, és nincs egy mainstream újságíró, aki ezt tematizálja, akkor valószínűleg Róna Jégon nem kérdez rá Gyurcsány Ferenc interjújában tegnap este az ATV-n, mert nem tud mire hivatkozni, hogy ez nem csak Facebook kommentekben jelent meg, hanem egy nagy presztízsű újságírónak a tollából is. És azért volt barom, hogy... Jó, néha egyengülött. Mert amikor láttam a címet, egy pillanatig csak úristen mondom, nehogy Csaj írja meg. És annyira örültem, amikor a Szili nevét megláttam, mert ez így volt tökéletes, hogy elemezted egészen pontosan lépésről lépésre, hogy nem, tehát azért be kell húznunk egy határt, ne haragudj, de nem. És ez jó, nekem nagyon jól esett. Ja, hát szóval, hogy azért van, amikor itt azt gondoltam, hogy itt gondoltam arra, hogy megírom, és hát a más nem, de ritkán van ilyen. Robi? Elment mellettem ez az egész hita, tehát, hogy én nem tartom magamat véleményformálónak semmilyen szinten, meg így ki is koptam ebből az egészből. Tehát tavaly, amikor szétszórták azt az újságot, ahol én dolgoztam, akkor azt mondtam, hogy váltok, és elmentem az építőiparba. És mit csinálsz most? Segkülönbös segédmunkás vagyok. És nagyon jól érzem magam benne egyébként, nagyon fura. Tehát, mit építesz? A Királybeton esztrik betonzással, ajzatbetonzással foglalkozó cégnél dolgozom. MOL Toronynál voltál? Mit? MOL Toronynál voltál? Nem, de nagyon sok fontos építkezés. Tehát a mi cégünk csinálta egyébként a zeneházának a tetejét is. És hát lapátolok. Meg nem ciki, szépen. Hogy ebből szerzed a pénzedet? Egy ilyen... Hát hallgattam erről egy vitát egyébként, betelefonált valaki a Tilos Rádióba avval kapcsolatban, hogy az Oltai Kata és a Mérő Vera elmentek a zeneházába átvenni a legbátrabb nőnek járó díjat. És valamelyik ligetvédő telefonált be a Tilosba, és azt mondta, hogy szerint ez vállalhatatlan dolog, és azt kellett volna mondani, hogy ilyen helyre nem megyünk el. És hát mondta az Oltai, hogy hát ne haragudjatok, a rendezvénynek nem szervezője vagyok, tehát egy díjat próbáltak ott átadni, nekünk semmi hatásunk nem volt arra, hogy ezt hol tartják meg. Tehát, hogy és persze vannak olyan dolgok, amikben nagyon nehéz részt venni, és a lányom, aki építész, ő is azt mondja, hogy fasznak kell elvállalni bizonyos munkákat, meg miért kell építésben részt venni. Én nem tudom, tehát, hogy munka. És... Jó, hát akkor ezt a véleményvezérséget, ezt így... Én elengedtem teljesen. Teljes mértékben. Imre?
Én a Gosdúban volt, és tandom nekem a Covidig, tehát én ott árultam a Gosdúban, azt én nagyon bírtam. Tehát az egy egészen szürreális, nagyon jó üzé volt. Tehát figyelni a trendeket, hogy mondjuk most így a baglyos nyomatok azok jobban mennek, mint a halas nyomatok, és aztán változott, és a halas nyomatok kezdtek menni. Azt én rohadtul élveztem egyébként, mivel hogy ugye megszűnt, ugye a heti hetes az megszűnt, ami az egy komolyabb bevétel volt, tehát azt abból úgy azért abból úgy lehetett kalkulálni, és így igazából egy csomó dolog összedőlt alattunk, ugye a Magyar Hírlap sorban minden így összeomlott, és akkor jaj, én is azt gondoltam, hogy valami tisztesség, hát azért fizikai munkát nem akartam, hanem inkább itt a határmesdjén ez a Hello Turist vonalon próbáltam pénzt keresni, csak hát a Covid keresztbe tett, úgyhogy... De és ez a véleményvezérséggel kapcsolatos kényszerek, ez meg mennyire foglalkoztatnak téged? Hát, mennyire foglalkoztatok a gang idejében? Nem, igazából akkor sem. Tehát én azért az anarchia felől jöttem ebbe az egészbe, és most is szénné röhögöm magam azokon, amiket írok. Tehát tényleg néha nagyon-nagyon komolyan, jó, tehát tényleg jól szórakozom, így nem hiszem. Ez a véleményvezérség, ez így ki megszűnt gyakorlatilag, amikor a tévében hallottad, meg a rádióban hallottad, meg az újságban, és ez annyira, tehát tele van, hogy ez Facebook véleményvezérekkel, mindenhol egy véleményvezér van, és tiéd egy lesz a sok közül, és semmi jelentősége nincsen igazából. Miklós? Bólogató, igen, ezt én nagyon helyesen tartom. Én véleménymániás vagyok, tehát én nekem, tehát ha nincs megfogalmazva a vélemény, akkor nincs meg az élmény se. Tehát ha elmegyek egy koncertre, ha arról nem írok, akkor azt érzem, hogy az elment az a koncert, anélkül, hogy feldolgoztam volna. Tehát nekem nagyon fontos, hogy valamiféle véleményt fogalmaznak meg, úgyhogy hát ugye kínomban én is blogot írok, és abban próbálok minden valami érdekes dolgot írni, ami kultúrával kapcsolatos. Tehát hogy nekem ez fontos. A vezérséget... És vannak interpretációs különbségek, hogy nem tudom, 20 év alatt, nem tudom, hogy hány Beethoven 6. szimfóniát hallottál, de nyilvánvalóan két kezünk sem elég, hogy megszámolj. Tehát van annyi interpretációs különbség, hogy képes legyél mindegyikben felfedezni valamit, ami véleményalkotása ösztönöz? Igen. Ez várom én is, hogy egy szép nap majd ez nem fog jelenteni semmit, de egyelőre mindig jelent valamit, tehát nem érzem azt, hogy vagy hát nyilván az ember időnként az egyik szimfóniával pihen ki a másik szimfóniát, vagy a... És nem érzed azt, hogy a kényszeresség az inflálná bizonyos szempontból a véleményed? Hát ez a fel nem érdekel. Tehát azért mondom, hogy a vezérséget nem érzékelem, hanem tulajdonképpen bármilyen önző dolog, de hát magamnak írom a cikkeimet, mert igazából én akarok megérteni valamit a saját cikkem, vagy által, vagy útján legalábbis. Én nagyon fontosnak tartom a kulturális megmondást, beleértve a média megmondást, csak úgy, mint a politikai közéleti megmondást, és nem szeretném azt, hogyha az egyik kihívná, az egyik tevékenység kihívna a másikat, szerintem azért volt csuda jó ez a műsor, mert ez leszállította a kultúrát a Parnasszusról a földre. Ilyen értelemben úgy beszélgettünk ebben a műsorban a kultúráról, ahogy korábban a kultúráról nem volt beszélgetve, hanem a közéletről volt úgy beszélgetve, ahogyan mi itt a kultúráról beszéltünk. És ez szerintem nagyon jó és nagyon fontos hagyaték, és nem nagyon ismerek olyan tévéműsort, amelyik ezt őrizné, pedig nagyon nem ártana. És arra mit reagálsz, mert nyilván az a teljes tisztel, hogy még a tisztelőd is elő szokták hozni, hogy olyan mennyiségben írsz, vezetsz műsort, veszel részt különböző adásokban, hogy nyilvánvalóan ez a kényszer, hogy véleményekkel kell rendelkezni, azért az téged előteljesen mozgat. Tehát, hogy például te mondjuk hogy küzdesz meg azzal, hogy egy, ne inflálódjon a véleményed, kettő, ne ki ebben a típusú termelési kényszerben, tehát hogy mondjuk milyen dilemmák foglalkoztatok ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Hát, voltak olyan szituációk, amikor döntenem kellett, hogy valamelyik műsor bizony le kell adnom, vagy valamelyik munkát, vagy valamelyik felkérést vissza kell utasítanom, és akkor voltak ilyen szituációk, amikor azt mondtam, hogy nem kizárólag az időkényszer nyomása alatt, vagy nem kizárólag az energiámnak a beosztása nyomán, más szempontok mentén is, de például az ATV-n volt egy műsor, amiben szerepeltem, igen, és onnan én kivonultam. És csak emiatt? Nem csak emiatt, hanem azt láttam, hogy amerre az a műsor tart, az nem az az irány, amerre én tartok. Azt láttam, hogy azon a tévécsatornán, ahhoz tartozó rádiócsatornán általában a jellemző magatartás az igazodás, én meg ellenigazodom
Tehát én minden közegben, úgy a gangban is ellenigazodtam. De ez pont önkényszeres lehet egy szellem, annak én ellen tételezni próbálom azt a szellemet. Hogyha az ellenigazodásom ellenére kellek, ahogyan a Kis Tamás Laci azt mondta, hogy ez a Puzsér ezen a palettán foglaljon el egy színárnyalatot, akkor jó, akkor csinálom, hogyha nem kellek, akkor pedig távozom. Azért volt erre számos példa, hogy azt mondták, hogy az ellenigazodásnak ez a foka nem fér bele, mint én Echo TV-ben volt ez így, korábban a Pont FM rádióban volt ez így, Rádiókafén volt ez így, tehát volt jó pár olyan alkalom. Azt vagy még? Amikor, igen, ott vagyok. És amíg ez az ellenigazodás, kvázi az, hogy az ellenkező irányt veszek, vagy ellenkező tevékenységet folytatok, vagy ellenkező... Dackorszak. Hívjuk ezt dackorszaknak. Igen, de nem múlik. Tehát ez nem... Hát észrevettük. Hívjuk dacnak. Tehát arról van szó, hogy ott az a közeg, az kíván én tőlem, hogy az autonómiámat megőrizzem, egyfajta opozíciót. Ahogyan az a gangban is volt. És ha ezt az opozíciót a szerkesztők elfogadják, mint a műsornak, vagy a koncepciónak, vagy a csatorna arculatnak az egyik elemét, akkor nincs okom arra, hogy ne csináljam. És nem érted azt, hogy az a mennyiségű vélemény, amit termelned kell azért, hogy a különböző formátumokban, amiket gyártasz, hétről hétre jelen legyen nyilvánosságban, hogy ez kiéget? De érzékelek ilyeneket, és ezért... És van ebből kiút? Hát el szoktam vonulni ilyenkor, most legutóbb elvonultam egy fél évre, és nem csináltam jóformán semmit, csak irogattam. Nem szerepeltem, nem rádióztam, hanem kivonultam. Vártad a vizitet? De aztán rájöttem arra, hogy az ember a saját élete elől nem menekülhet el. És most meg már ott tartok, hogy az itteni működésemet kell olyan módon beosztanom, vagy olyan módon menedzselnem, hogy ki tudjak tartani a magam életében, magam tevékenységével. Az elfáradtabbak kedvéért mondom, hogy az utolsó blokkhoz érkeztünk, kis kitartás kell már csak. Ugyanis mindenképpen szeretném, hogyha beszélnék még arról, hogy az a kultúra koncepció, ami jellemezte a műsort, az miért is volt annyira rendkívüli, hogyan nézett ki az a típusú átmenet az úgynevezett magas kultúrából, a popkultúrába, és oda-vissza. Tehát ugye ez egy szerintem igazán izgalmas vállalása volt a műsornak. Nézzük meg, hogy a műsorban hogy nézett ki, és aztán szeretnélek kifejezetten erről a szempontról kérdezni benneteket. Mondjuk Zámbó Jimmy akkor egy hiteles művész volt. Hát egy hiteles figura volt a maga módján. Figura, ez a pontos. Hát nem, hát az egy szerves egység, Németh László értelemben is. Én is azt érzem, igen, hogy az ő halála teljesen méltó az életéhez. És most megkérdezem állandó vendégeimet, hogy hogyan fognak művelődni a hét további részében. Én a Trafóba megyek vasárnap 13-án, ahol a Vajda Evilát lesz egy új bemutatója a Táncszínházzal, és az a címe, hogy Elektrosók. 19-én van az Iparművészeti Egyetem hallgatóinak a diploma divat bemutatója. Károly Palota kertjében, azt hiszem, az lesz. Livius? Én pedig az Országos Széchenyi Könyvtárban fogok régi magyar-latin kiadványokat nézegetni, mint egy 120 kötetet. Nem is gondoltam volna, hogy ez téged érdekel. Hajnaláról. Az igen. Nem. November 14-én megyek a Millenáris Parkba, ahol Haydn Teremtés című oratóriumát nem eljátszák, csak megmutatják, hogy egyáltalán miről van szó. Tehát ez egy ilyen bernsteinista zenemagyarázós délelőtt. Én avval kezdtem a műgyűjtői karrieremet, hogy Gajzágó Donát a festőművésznek elkértem egy képét, majd utána soha nem hoztam el a műterméből, ezért a lelkiismeretfurdalás 22-én el fog űzni Gajzágó Donát a kiállítására a Horánszky utcai Petrisz galériába. Értem. És Robi? Én az Európa-bajnokság mérkőzéseit fogom nézni, és a barátnőm nagy sajnálatára egyetlen meccset sem áll szándékomban kihagyni. Hajrá Csehország! Hát értem, mert ez nem szorosan vett művelődés. Ez kultúra indel nekem egyébként. Ja. Bocs, illetve tényleg az volt, hogy ezeket kiosztották nektek? Ez nem, szerintem ez ilyen halálkamu volt, tehát mit én baromságot, legalábbis az biztos, hogy én ilyesmire életemben nem mentem el, amiről itt most hadováltam, azt sem tudom mi ez, de hogy szerintem... Én voltam a Dodi kiállításán, de úgy emlékszem, hogy kamu volt az ennek. Igen. Akinek volt valami ötlete, az mondta, tehát te Haydn biztos, hogy te tényleg megvolt, neked is a meccsnézés, csak meg semmi nem jutott eszébe, az kapott valami ilyen kultúrának tűnő valami. Laci, ez
Ez egy bizonyos értelemben kötelező eleme volt annak, hogy közszolgálaton lehessen műsort csinálni, tehát hogy a végén legyen egy ilyen elem, amit az igazgatóságon is el lehet adni, mint ilyen népművelést, vagy pedig ez tudatosan az volt a vállalás, hogy itt a népművelőzésnek egy teljesen új attitűdjét és koncepcióját mutassuk fel. Nem tudom rekonstruálni, hogy ez melyik fázisában. Ez a vége, ez az árása volt, amikor így körbe mentek. De azt úgy értem, csak hogy adás sorozatokban ez inkább az elején lehetett, szerintem, bár már ott volt a népkoftárcsa, vagy akkor mit tudom, a harmadik, negyedik adás lett. Szerintem úgy az volt, hogy egy kulturális műsort kell csinálnunk, és lehet, hogy volt egy ilyen elképzelés, hogy meg lehet egy ilyen záró körkérdés is. Nem tudom, kötelező elem biztos, hogy nem volt, minden rajtunk múlott, hogy mit akarunk. Tehát én ezeket nem is tartom olyan fontosnak. Nekem ez a műsor fejlődésében sajnos ott rekedtünk meg, amikor elkezdett már ilyen Marx testvérek stílusban működni a dolog, és akkor nyaralás előtt tényleg ilyen mindenféle úszógumik, meg gumicápák jöttek be az asztal köré, az RGB lányok helyet cseréltek a fiúkkal. Tehát én azt szerettem, amikor ez a... Tehát én egy ilyen felbújtó típus vagyok, és iszonyú jó volt azt érezni, hogy tehetséges emberekkel dolgozhatok együtt, és ők vannak annyira önállóak, hogy bemozdulnak, élnek a lehetőséggel. Az, hogy most itt így szárazon így végigmondták, ez engem is meglep, hogy ezt egyáltalán így ez így sikerül. Nem az, hogy hagytuk, mert így alakult, de hogy biztos, hogy nem volt leírva, hogy a szponzorok kérése, hogy ezeket mindenképp mondjuk be a végén. Mi hoztuk azt a kulturális eseményt, amit mi szerettünk volna úgymond ajánlani. Az nem, nyilván nem jelentette azt, hogy feltétlenül mi abba azon ott és akkor részt veszünk. Azt jelentett, hogy holnap ahova fogok menni délelőtt, de hogy az egy ajánlás, és az teljesen ránk volt bízva. Igen, de így... olyan is volt, hogy nem hoztál semmit, és kaptál. Biztos, hogy én nem hoztam semmit, tehát hogy majd ott is lesz valami. Ja. A közművelődés és a szórakoztatás ilyen antagonisztikus ellentét párként való fölfogása, azt most nem fogjuk fölfejteni, hogy hova húzódik vissza. Viszont az érdekel, hogy a legelején beszéltek a Jimmy-ről, aki nyilván így egy, nem tudom, a halála óta végighúzódóan a magyar, nem tudom, nyilvánosságban vita tárgya, most legújabban a sorozat miatt újra föllángoltak ezek a viták, hogy ő tényleg egy ilyen szélhámos, félbűnöző kókler, aki megvezette és lerabolta a magyar kereskedelmi média lehetőségeit, vagy épp ellenkezőleg egy olyan dallamvilág és egy olyan zenei világnak a autentikus képviselője, aki tényleg a rendszerváltás veszteségnek a bárgya tudott lenni. De vagy is. Ez a két dolog létezhet együtt. Létezhet, de szerintem nem. Ezúttal Jimmy kapcsán nem. De miért? Mert kulturálisan szerintem alávaló. Viszont, és akkor megnél visszatérve... Erről nem volt szó. Arról volt szó, hogy tényleg van egy létező, egy nagy hangterjedelem, egy nagyfokú énektudás, és van ez a fajta kisfillű, revolverrel megyek az Árpa Attilával tárgyalni. Igen, stílus. De jól csinálni a rosszat, az még rosszabb egyel. Nem, tehát, ha valaki nem szép hangon énekli a nagyon nyálas, nagyon gagyis lányait... Ebből szempontból fontos a György Péter kritikája, amit a Jimmy-ről írt a halálkor, mert azt mondja, hogy de hogyha valaki erre a dalra érez valós szerelmet az ő választatja iránt, akkor az a szerelem semmivel se alacsonyabb rendű, mint te, aki mondjuk Rachmaninovra érzed ugyanezt. Tehát ott volt egy fontos különbség, van, akinek egyszerűen az a kultúra nem érinti meg a nagyobb... Volt ebben egy kulturális fegyverletétel a György Péter részéről? Nem vagyok benne biztos egyébként. Nem tartja a véleményét folyamatosan, hogy az azért egy gics, tehát persze egy undorító gics, ami tömegeket szól. De akárhogy is itt a döntő, az a kulturális elit, már megint csak a kulturális elithez való viszony. A Zambó Jimmy az a kulturális elit akaratának ellenében lett az, aki kazettákon terjedt, piacokon terjedt, a rádiók nem játszották, a televíziók azok gyakorlatilag... Külön műsora volt. Akkor lett külön műsor. A Lagzi Lajcsi volt az egyetlen, aki behívta a műsorába. A Lagzi Lajcsival való jó kapcsolata a Jimmynek eredményezte azt, hogy ő a Dáridóban szerepelhetett, sehol máshol, rádiók nem játszották, a tévék indexre rakták. De tudod, hogy volt egy önálló műsora. És amikor önálló műsora lett, amikor az RTL letette előtte a fegyvert, és lett egy önálló műsora, RTL nem a kulturális elit része. Abból
abból néhány adás mehetett le, és egyből öngyilkos lett, vagy megölte magát, vagy megölték, nem, vagy azért nem tudjuk, hogy történt. Ez egy hosszabb folyamat volt. Nem tudjuk, hogy történt, de hogy a lényeg az az, hogy a kulturális elit egészen a halála előtt néhány hónappal addig gyakorlatilag félreállította őt, a szőnyeg szélére állította, de és ő ennek ellenében semmit nem csinált a kultúrális elit. Ha itt a partizánba akarsz egy gongot csinálni, akkor ezért számolni kell. Bedobsz egy hülyeséget, és ebből avatkozott bele. A kulturális elit nem avatkozott bele. Robert, bocsássad, hogy a kérdés arra vonatkozott volna igazából, hogy az ma már az ilyen természetszerűnek ad, hogy egy műsorban egyszerre beszélünk Haydn teremtéséről és Zsámbó Jimmyről. De hogy szerintetek ez tényleg ennyire természetszerű? Tehát, hogy tényleg lehet olyan műsort csinálni, ahol mondjuk tényleg van egy ilyen beszélgetés, utána fölép Zsámbó Jimmy, folytatódik a beszélgetés, és a végén az oratóriumban egy részletet hallgatunk meg. Tehát, hogy lehet-e tényleg így foglalkozni közművelődéssel, vagy ez alapvetően egy nagyon elszállt populista és igazából demagóg koncepciója szabad, csak így a szabad. Közművelődés. Végre egyetértünk. Én nagyon fontos, én azt gondolom, hogy igenis szólaljon meg a CPG egy műsorban, és abban nyugodtan megszólalt a Kocsis Zoltán, vagy ezek, ez pont olyan, mint hogy a magyar kultúrát mindenki ki akarja sejtíteni, ugye mostani kurzus azt mondja, hogy a magyar kultúra eddig tart, és sajnos, hát bocsánat, DJ Palotai már kiesett belőle. Holott én azt gondolom, mint liberális, hogy persze az egyik oldalon ott vannak a vágtázó halottkének, és a másik oldalon meg ez a magyar kultúra ezért nagyon-nagyon befogadó, és Zsámbó Jimmy is ott van benne a maga helyén. Nem tudok újat mondani, egyetértek az Imrével, lehet, ugye hát itt meg is történt, tehát ugye ez a műsor a maga idejében be is mutatta már, hogy lehet... Az a kérdés, lehet-e nem kívánatos-e? Hát, csak az, nyilván, persze. Ebből akkor mindenki egyetért ezek szerint. Hát nem feltétlenül. De a gyakorlatban nem okoz problémát, tehát az ember, nem tudom, ha elmegy futni, akkor nem a Chopin etüdőkre fut, hanem a... valami zötyögős zenére. Mire fut? Én általában ilyen oly zenékre futok, mert annak jó a ritmus. Olyan, mintha üldöznének. Tehát Perkele, meg... Ma már azért nem okoz nehezére. Ez micsoda pillanat volt. Csak ez a szellem, ez száműzve lett a magánéletbe. Te eldöntheted, hogy erre futsz, de a kulturális életben, a nyilvánosság előtt ez a fajta sokszínűség, meg ez az attitűd, ez már nem tükröződik, hanem Ez szépen szét van választva. Nem a kulturális élet választotta szét. Nem, ez egyre kevésbé van szét választotta. Nem, szerintem... A média elit, ez nem azonos az kulturális elittel. Erre alapult ezeknek a kérdésére. Tehát az RTL klub része a kulturális elitnek? Mert az nem. Ja, ne várjál, bocsánat, én félreértettem. Bocsánat, azt mondja, az Index ennek a példája. Hát az Index pont ezeknek a keverésére épült, és azonnali óriási mainstream siker volt. A bizonyos szöveghelyzetekben ugye a kulturális elit része, ha jól értem már az Index, és az teljesen erre alapult ezeknek. Jó, nyilván a sajtó ilyen szempontból más, mert mindenki azt olvassa el, amiben érzi. Jó, de közben az életed, nem tudom milyen a te életed, de én például azt mondom, hogy itt a reggel ilyen hajnalok, amikor például fel kell kelnem, vagy 6-7-5, sose hallgatok mondjuk a hardcore-t, hanem akkor általában klasszikus zenét hallgatok, és este meg emberebb, ilyen skinhead-eket. Szóval műsorkészítőket, jól látom, a Kis Tamás Laci nem értett egyet ezzel a fölfogással. Hát, szóval vannak produktumok. Mondjuk, hogyha ilyen művészeti témában gondolkodunk csak, nem csak így nem a tájkos kultúrában, amik hatnak az emberre. Tehát van olyan, ami rám hat, amit szeretek róla beszélni, szeretem hallgatni, szeretem megvédeni akár, hogy az miért jó, és vannak olyanok, amik nem hatnak rám, teljesen közömbösen vagynak, rengeteg emberrel, emberek millióival élünk párhuzamosan, úgyhogy nem tudjuk értékelni azt, amit ők értékelnek. Nekem... Kellene mondjuk a televíziózásnak azzal foglalkoznia, hogy ezeket a nagyon különálló világokat egy műsorban szólítsa meg, vagy inkább az lenne a feladat, az az igazi közművelődés koncepció, hogy mindenki a maga stílusának, ízlésének... Ezt mind a kettőt meg kell teremteni, tehát érdemes ezeket a sávokat fölbontani, és szakműsorokat csinálni, hogy úgy mondjam, tehát hogy egy speciális érdeklődésű körnek csinálni műsorokat, erre az internet remek lehetőséget biztosít, és csak az internet arra nem tud még jelen pillanatban, pont erre nem nehezen tud, vagy én nem látom a nyomát, hogy akkor ezeket a dolgokat akkor hasonlítsuk össze. Miért van az, hogy ennyi ember azt szereti, annyi ember azt szereti, és az a kettő utálja egymást? Vagy az öt?
Meg hogy miért nem fér meg ez? Azért mondom, hogy bennem is. Egy emberben is megférnek ezek, tehát nem valószínű. Igen, kell a black metal fél óra, tehát az is, annak is megvan a helye, meg a Norbi, de hogy közben meg tényleg ezeket össze lehet ereszteni, mert ezek, úgy együtt élünk velük, tehát az univerzumban vagyunk, ezek ott vannak, mindig, minden ott van egyben. Hát a gangban biztos, hogy ott volt minden egyben, és csak az elismerés illetett titeket azért, hogy ezt létrehoztátok anno. Sajnáljuk, hogy ilyen rövid időt élt, de szerintem egy fontos története volt a magyar televíziózásnak. És hogy akkor egy kicsit formálisan is megidézzük magát a műsor, zárásként azt szeretném kérni tőletek, menjünk egy kört a Kis Tamás Lacitól Robertig bezárólag, és ajánljatok valamit a nézőink számára, amit szerintetek érdemes lesz követni a következő hetekben, és ti biztosan fogtok majd, nem tudom én, menni rá, elolvasni, megnézni, stb. Stb. Bármilyen kulturális eseményt ajánlhattok a nézőink számára. De szórakoztató. Hú, de nehéz. És nincs terv. Pont egy olyan szabad hétvégén van, amikor azt terveztem. Ezt te merted ilyen van, neked a fejedben van a izé. Olyan hétvégét terveztem, hogy nem csak semmit. Én nagyon szeretek, akkor te a semmit tevést anyag. Én nagyon szeretek semmit csinálni, tehát igazából azt gondolom, hogy az egész emberiség megmenekülne, ha mindenki. De mit hallgatsz most, élek... amikor zenét semmit. Hallgatsz? De semmit. Amikor zenét amit hallgatsz, amit hallgatsz? Amit a fiaim, lányaim... Mit hallgatnak a fiaid, lányaim? Kontrollcsoportot. A véletlen? Alig hallgatod. Nincs másod. Ja, én nem tudom, hát én most így következő hétvége nem terveztem semmit, de amire készülök, az a nyáron a Toxic Weekend, tehát egyértelműen Discharge, GBH, nagyon jó lesz. Toxic Weekend már volt, ugye? Ez a punk fesztivál. Ez egészen kiváló lesz így. Annyira próbálod magad belobbizni már reggelen. Nem, mert már írtam, hát már írtam majd nevet, hogy fellépnénk, de még nem választoltak. Írjon már valaki parájnak, hogy ne jöjjön a hülye zenekarával. És ez 10 év múlva majd ugyanolyan hülyeségnek fogja tartani, mint amit a gangban van. De mindenesetre minden lopunkkal próbálunk becsusszani. Na, jó van, jó van, na, jó van. Mert hogy van egy zenekar. Hát a hétvégén kulturálisan a ponthorgászat kezdett, ez szerintem egyértelműen az lesz, ami az év ritmusához is hozzátartozik, és sok minden máshoz. Most bedúran a meleg, úgyhogy sekélyvizekre kell menni. Ennyi. Köszi. Én háború és békét olvasom már évszázadok óta, az új fordítást. G. Horváth László újrafordította, úgy, hogy most a francia szövegek is nem franciául vannak, hanem tehát az egész egy folyamatos szövegként van, csak néha jelzik. Iszonyatosan jó szorog, és tök más olvasni ugye a háborús békét, az emberek, már az internet is van hozzá, tehát nem csak az ausztrálici vagy a borodyinói csata, az nem csak ami Tolsztóra ért, hanem megnézi, hogy is történt az valójában. Szóval teljesen ilyen új világok nyílnak az ember előtt. Köszönöm. Én majdnem biztos, hogy futni fogok, mert kicsit le vagyok maradva kilométerekben. Ez mennyi? Egy hónapban? Mennyi? Ne, mert rosszul lesz, ha megmondja. Én 300-ig akartam eljutni, de nem jutottam soha. 660. Egy hónapban, 660. Napi 20 kilométer. Igen. Robert. Nyáron lesz Depes mód, úgyhogy én... Menj a faszomba. Az utolsó alkalom. Jó eséllyel az utolsó alkalom, hogy még meg lehet őket tekinteni. Bár csak így lenne. Még Martin és Dave élnek, úgyhogy én azt a Depes módot nem hagyom ki. Istenem, édes jó Isten. Nagyon köszi mindenkinek az ajánlásokat, és egyébként köszi, hogy szépen, hogy itt voltatok, elfogadtatok a meghívást, és összeültetek egy beszélgetés erejéig. Minden jót nektek, gyertek majd máskor is, sziasztok. Köszönjük. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a Gang emlékadása itt a Partizánon. Mindenképp nyilatkozzatok fel a csatornára, amíg nem tettétek volna meg, ha bármi kérdésetek, észrevételetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig a komment szekcióban várunk benneteket. Elég sok gang adás elérhető amúgy a YouTube-on, érdemes rákeresni, sajnos nem teljes a kép, de azért elég sokat vissza lehet nézni, érdemes esetleg belenézni egy-egy adásba, izgalmas kortörténeti dokumentum is a műsor maga. Ha megtehetitek, kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, és ezzel segítsétek a további munkánkat, az ehhez szükséges linket megtaláljátok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao. Ez nem irónia volt, tehát tényleg szereted a Depes módon? Fasz meg! Éreztem, hogy valami hiányzik a teljes képhez, bazd meg, hogy miért vagy ennyire ellenszenves. Depes mód, bazd meg! Azt a kurva ege! Mit csináljuk? Köszönjük!